dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy szeretettel köszöntöm az EVTN televízió kommunió adásának nézőit 2024. június 3-án, amikor Klotid névnapját üljük, illetve katolikus egyházunkban Vanga Szent Károly és társai vértanúk emléknapját tartjuk. Elindul egy újabb hét, a hétfő az mindig egy kicsit a munkakezdés, az új kihívások, és hát az iskolában lévő gyerekeknek pedig lassan elkezdenek az utolsó hetek, az utolsó napok. De hogy pont ez a hétfői lelkület fogott meg engem is, hogy ilyenkor kezdődik a hét, és sok minden úgy összerakódik az emberben, hogy mit kell elintéznie, ez a hét milyen kihívásokat hoz majd elé. Imádkozzuk meg ezeket is. És ahogy az előző adásokban olyan szépen tudtunk beszélgetni a kedves testvérekkel az imádság erejéről, én ezt a témát szeretném most is tovább vinni, azzal a szívvel és azzal a gondolattal, hogy osszák meg ima élményeiket, és nyugodtan mondják el ima szándékaikat is. Bodajkról érkeztem, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűzőnyak Egyhely plébánosa vagyok, és szeretném ezeket az imákat elvinni, szeretném ima szándékaikat és az önök kéréseit elvinni a Bodajki Szűzanyához. Szeretném elmondani, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni az élőadásunkba. Az élőadás telefonszáma a 061-808-95-55-ös telefonszámon érhető el. Ha ezt a telefont hívják, akkor velem tudnak beszélgetni, megosztani örömeiket, nehézségeiket, és ima szándékaikat is szívesen fogadom az élőadásban. Van egy közösség szolgálati elérhetőségünk, ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, illetve akinek lehetősége van az interneten keresztül, a közösségszolgálat@evtn.hu internetes e-mail címen is tudnak üzenetet küldeni, természetesen ékezet nélkül értendő. A közösség szolgálatot hívva pedig a televízióval kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket mondhatják el. Kollega nők itt nagy szeretettel várják mindazokat a hívásokat, akik esetleg a televízió működésével kapcsolatban szeretnének bármit üzenni vagy jelezni. Imádsággal szoktuk kezdeni ezeket a kommunió adásokat, amikor jövök, és a napi zsolozsmából szoktam hozni a himnuszt, mert annyira szépek ezek a himnuszok, sokat az őskeresztény korból, a korai kereszténységből származtatunk, Szent Ambrushoz kötődnek, nagyon sok Szent Gergelyhez, nagyon sok himnusz. Szeretnék ma is egy himnuszt imádságként felolvasni, és utána pedig egy picit még visszatekinteni erre a gyönyörű hétvégére, az Úrnapjára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Atyának fénye fénysugár, napból sugárzó napvilág, fény fénye nappal napja vagy, forráshol minden fény fakad. Igaz nap örök fényedet, ragyogtas tündökölve ránk, derítsd érzékeink fölé, a lélek tiszta sugarát. Most estve kérjünk, jó atyánk, az örök dicsőség urát, kegyelmek és erő urát, tisztítsa szennyes bűneink. Öntsön szívünkbe tett erőt, a gonosz fogát verje ki, emeljen fel, ha elbukunk, legyen kegyelme támaszunk. Vezesse elménk, ő legyen a tiszta test vezére már, a hit lobogjon, mint a láng, nem érgezhesse csalfaság. Úr Krisztus legyen ételünk, és italunk a hit legyen, ígyuk magunkba boldogan, a lélek józan mámorát. Örömben teljék így a nap,
szemérmünk, mint a pirkadot, a hit, mint éli napsugár, s ne írja lelkünk ki homály. Már száll a hajnal sebesen, már teljességgel megjelen, Atyában teljes egy fia, igében Atya teljesen. Amen. Nagyon szépek ezek a zsolozsma himnuszok. Egy pap életében hozzánőnek ezek a gyönyörű verses himnológiák, himnuszok, amikben olyan szépen fogalmazza meg az egyház a mély teológiai gondolkodását Istenről, a teremtésről, és mindarról az életről, amit élünk, őszinte kéréseket fogalmaz meg benne a nap indításaként, hogy Isten legyen velünk a nap minden percében, segítsen a küzdelmekben, a kísértésekben, és kegyelmével támogasson. Úgy elgondolkodtam, hogy hétfő reggel van, egy nagyon szép hétvége után egy új hét indul, és hogy milyen sok embernek egy ilyen hétfő reggel a munkába menés, gyermekeknek az iskolában tartózkodás, a tanulás, a sok kihívás és a nehézség pillanatai ezek. De hányan és hányan otthon vannak, és akár betegségükből, életállapotukból kifolyólag egy teljesen más életet élnek. Sokszor ez a televízió, az EVTN televízió egyfajta kapocs az egyház és a szenvedő beteg testvéreknek, akik a televízión keresztül tudnak Isten szeretetével találkozni, az egyház közösségével találkozni a sok közvetítés szentmise kapcsán. Vagy gondolok azokra az édesanyákra is, akik több gyermeket nevelnek, és főállású anyaként, vagy gyermek, kisgyermekük mellett otthon lévén, valóban egy egész máshogy indul egy hét, és ilyenkor talán van egy kis lehetőség az otthoni munkák végzésére, és talán ők is bekapcsolódnak a televízió adásába. Vagy gondolok azokra a testvérekre is, akik szabadnapjukat ülve, vagy olyan munkavégzésből kifolyólag szabadságot élvezve nézik szintén a televízió adását, és együtt tudunk gondolkodni velük is ezekben a hétfői délelőtti órákban, percekben. Buzdítom önöket, hogy telefonáljanak, és beszélgessünk a hit kérdéseiről, az imádság erejéről, az imádság fontosságáról. És olyan szép volt az előző adásokban, hogy nagyon sok ima szándékot mondtak el, amiket, mint egy kegyhely plébános, Bodajkról érkezett plébános, el tudok magammal vinni. Fel tudom ajánlani a bodajki szűzanyának, a szentmisében oda tudom adni Jézusnak, és én ezt szeretném ebben az adásban is megtenni, ha bárki megosztja a nehézségét, örömét, kérését, fájdalmát, azokat megteheti, és azokat szeretettel fogadom. Szeretném elmondani még egyszer az élő adás telefonszámát, amit látnak is a televízió készüléken kiírva. Ez a 061-808-95-55-ös telefonszám, amelyet tárcsázva velem tudnak beszélni itt a kommunió adásban, az élő adásban. És valóban egy nagyon szép hétvége volt, azt hiszem, hogy sokuknak nagy élmény és nagy hit megerősítő erőt tartogatott ez a hétvég, abból a szempontból, hogy úrnapját ültük, az oltári szentség ünnepét, amelyben megemlékeztünk arról, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van testében és vérében minden szentmisében. Igazából nem is erről emlékeztünk meg, hanem arról az orvietói csodáról, amely kapcsán a Szent Atya elrendeli, hogy ezt az ünnepet tartsa meg az egyház, külön is ülje meg az eukarisztiának ilyen jellegű díszes ünnepét, amelyen körmenetet tartva a mi hitünk legszentebb lényegét, az oltári szentségét kivisszük az emberek közé, megáldjuk azt a települést vele, ahol élünk, és a hívek közössége pedig gyönyörű szép sátrakat építve fogadja a körmenet kapcsán az úrnapján érkező Krisztust a szentségben. Mi egy kisebb településen vagyunk, Bodajk nem egy olyan nagyon nagy település,
Fejér vármegye északnyugati csücskében vagyunk, városként 4300 lakós kis településként vagyunk, de olyan kis települési, falusi közeg a mi településünk, és a nagyon szép úrnapját tarthattuk tegnap, mert egy olyan hagyomány alakult ki, amelyben nem csak a templom körül vagy a templom szűk környezetében megyünk egy körmenetet, hanem a településünkön utcákat járunk, és egy kicsit hosszabb körmenetet tartunk. De látom, hogy van egy telefonáló, akit szeretettel hallgatok. Tamás, hogy vagyok? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Morosz Tamás, tisztelendő úrral szeretném, beszélek. És nagy-nagy imádkozó szeretettel köszöntöm otthonunkban, 17 kerületben. Én egy 84 éves dédi mama vagyok, de nem vagyok elkeseredett, holott már ugye évek óta, 11 év óta nem tudok, csak kerekesszékkel visznek ide-oda, de ne tessék sajnálni, megmondom őszintén csak azért, mert sok jót tudtam idáig is tenni, és amíg nem lettem beteg, hiszen hát ez úgy jött, ez a csontritkulás, és akkor ez ezzel jár. És ez mindig rosszabb, de nem számít, nem magamról akarok beszélni, hanem mint pedagógus család, édesapám is kántor tanító volt, hát ez a 6 gyerekkel, és hát mostan önök úgy az atyákat, nevelőimet, mindenkit szeretnék köszönteni, akár mindig tanulok önöktől, az atyáktól, tanáraimtól, mindenkitől, és figyelni kell a tévét, és most öregségemre, mert a jó pap is volt tanárt, akkor a jó dédamama, akkor mint, és a következőképpen, ha szabad így köszönteni önöket a pedagógus nap alkalmából, mert országos szinten én szoktam köszönteni kint a ünnepi könyvhéten, és egyszer azt mondta a helyzetre, Ágnes, hogy mars a színpadra. Így mondta, mert olyan úgy meghatódtak, mert az évben nem köszöntették a pedagógusokat. És akkor összeszedtem a bátorságomat, és az ünnepi könyvhéten mindenkit, a grécsi tanárútól kezdve végig, akik tanítottak, megköszöntöttem. Így ön sem maradhat ki a sorból, mert sok okosakat tanulok öntől. És tényleg tegnap volt az úrnapja, és ilyenkor mindig virágot szoktam hinteni, rengeteg virágot szoktam összeszedni tanítványaimmal, és megyünk elől az első áldozókkal. Hát most már ez csak emlék, de most akkor a következő, meg azért, hogy megköszönjem jóságukat a pedagógus nap alkalmával. Nézd az erdő dalnokát, hogyha útra készül, messze más vidékre, hol délhon partja kékül. Dalban mond hosszú búcsút kedves otthonának, berkek illatának, lombok sátrajának. Dal tehát fel búcsú dal, jó tanárim, oktatóim, papjaim néktek, áldja Isten mindenkor buzgó működéstek. Üres az osztály, most búcsúzik tőle, a sok dalos ajkú, sok vidám diák. Örömmel töltött szép napok emléke, sok kedves emlék mindig visszajár. Amíg az osztályt nézem elmerengve, az én szemem is mintha könnyes lenne. Búcsúzni jöttem, nagyon-nagyon fáj, üres az osztály, nincs lakója már. De ezek a lakók azért visszajönnek, és az önök által tanított szép dolgokat tovább viszik, és a gyermekeikbe beleplantálják. Tehát így szeretnék én most ehhez a témához hozzászólni, és továbbra is imádkozom, és tessék szíves lenni elvinni a bodaki szűzanyához, mert közben, ha nem lenne ilyen erős isteni hitem, összeroppannék. Tegnap a nagyfiam ide jött, a feleségének halálának az évfordulója volt, és mondom, Lacikám, kisfiam, 62 éves, édes gyermekem, Évike már a mennyországban van, egy év után már a mennyországban mennek. Megkapta ugye a
szentségi áldást és mindent a kórházba. Három igen. hónap alatt vitte el a kismenyemet. Jó, Istenem. Igen, igen, ez a post-covid. És egészségügyben is dolgozott, gyerekekkel bánt. De most a drága gyerekem, Lacikám, aki idáig olyat ejtett ki a száján, amit soha, és most visszatért a drága Jézushoz, a jó Istenhez, és letérdepelt itt, és anya, bocsáss meg, hogy akkor neked ezt mondtam. Mondom, tudod, kisfiam, tudtam, hogy sebzett a kis lelked, hiszen elveszítetted a feleségedet, iskolából vette ki annak idején, és tényleg gyönyörű templomi esküvőjük volt akkor, amikor tiltás volt, és ő nyilvánosan ment, és a kis unokáim is első áldozók voltak, ott vannak már a dédunokák. Tehát azért mondom, hogy aki nem hisz a drága Jézusba, Istenbe, nem tudom, hogy tud megállni, nem tudom, és a szűzanya, hát nekem a szűzanya minden. Minden hónapban a szűzanyában, hónapjában születtek a gyerekeim unokája. Szinte üzen nekem. Köszönöm, drága atya, és továbbra is tisztelendő úr, mert én görögkatolikus vagyok, és mi úgy szoktuk mondani, és továbbiakban is kérjük a kedves mosolygós arcát, Isten éltesse sokáig, sok örömünk. Meg azért, mert sok az öreg. Ez az igazság. De abban az időben a szüleink 6 gyereket neveltek, és úgy jöttünk, mint az orgonasíp. És akkor így nagyon sok öreg van. Hát most köszönöm szépen, ez a baj, hogy nem tudunk. Köszönöm szépen, hogy elmondta, és külön köszönöm, a pedagógus nap kapcsán köszöntötte a pedagógusokat. Beszéljünk erről a témáról is, de van még egy telefonáló, akit szeretettel hallgatok. Tudom, most már lelépek. Ne. Bocsánatot kérek. Nagyon köszönöm, hogy telefonált, hát, és elindította szeret. Az adást. És köszönöm, a kedvességét, és nagyon nagy szükség van erre igen. a bónumra. Én igen. is támogatom, igen. tehát a gyerekeim is 1%-ot odaadták. Köszönjük mondja, szépen, neki. Nagy ajándék köszönöm ez a tévé. Szépen. Isten áldja, az szép Úr napot, mindörök járnám. És szeretettel hallgatom a következő telefonálót, az írva. Dicsőfelség, Jézus Krisztus. Hát engem csak úgy hívnak, hogy Miki. Igen. Bár pont ugyanolyan idős vagyok, mint az előttem levő hölgy, de az nem érdekes. Na most én is tolószik, én engem nem kell tolni, nekem van ilyen joystick rajta, és az a saját magam megyek. Én pontosan azért, mert elég súlyos ember vagyok, a 100-105 közötti súlyom van, hogy hát ne kelljen engem hőfejbe felé tologatni, akármilyen kis dombokon is, hát így nekem sokkal könnyebb. Aztán a másik dolog pedig az, hogy az imádság, ugye itt arról volt szó, na most ugye hát az ima élet az egy külön élet. És ezt ketté kell választani a érzésem szerint a többitől, minden mástól. Mert ha én Istennel beszélek, akkor csak vele akarok beszélni, nem? Igen, az a kérdés, hogy például közösségben szeretnénk ezt megtenni, vagy hát zárt ajtók mögött, ahogy Jézus mondja. Az említett okok miatt, és aztán hát elég az hozzá, hogy itthon van az, hogy hát akkor egyedül vagyok, vagy benn vagyok a szobába, az enyémbe, mert minden, 2,5 szoba. Aztán el vagyunk, marhasságban, mindegy. És aztán, hát akkor ott szoktam úgy elmékedni, hogy hát hogy nagyon jó, és hát ott úgy érzem magamat, ugye, hogy hát vannak olyan képeim, például, amik ott van kifejezetten a monstrancia, az oltár szentsége gyönyörű. És csak most nem tudom használni rossz a telefonom, arra jó, hogy felébresszem, ha cukornál be kell szúrni, inzulin, stb. De egyébként vacak, már kidobni való lenne. Na most már nem is akarok nagyon újat, hát minek? Miklós, egyben segítsen, mert van egy következő telefonáló, de én is szeretnék egy kérdést önhöz feltenni. Önnek mi a kedvenc imája, vagy kedvenc imaformája? Ha ezt megosztaná, erre én is kíváncsi vagyok. Igen, a kedvenc imaformám, hát kérem szépen, amikor még megvolt még a Zsoltár, vagy tudtam még használni
Zsolozsvárt. Mobilomat, igen. Akkor letöltöttem a napi Zsolozsvárt. Igen. És ott a zsoltárok voltak a kedvenc imáim, hogy rettenetesen el lehetett emlékedni. Igen. Mert szennyvére különbokor az akkori élet mai nem. Igen, igen. És hát ezért, mert így összetudom hasonlítani a mai azzal, illetve hát rájövök arra, hogy hát semmivel nincs különbség a mai élet és az akkori élet között. Igen. Ha így nézem, de ha hiszenével nézem, akkor egészen más. Csak hogy ugye, mivel a mai élet szinte egyenlő a Zsolozsvárnak, úgyhogy óhatatlanul belekavarodik az imáim közé, hát ezek a mostani pártok, hát most mit mondjak el, semmit. De kérdez szépen, gondolatomban ott van, és hát nem tudok ettől megszabadulni. És ez lenne a legnagyobb gondom az imádságban, hogy így, amikor így imádkozom, most már zsoltárokat nem tudok mondani, most már csak a imakönyvből találok imákat, hát azzal próbálkozom. Miklós, köszönöm aztán, szépen, hogy ezt megosztottad, csak van egy következő telefonáló, és nagyon köszönöm, igen. Hogy ilyen mély szentírási gondolattal, hogy a zsoltárok, mint imádság fontos önnek. Én kívánom, hogy sikerüljön megoldani ezt a telefonkérdést, és hát, tudja újra a zsolozsmát mondani. Köszönöm, igen, hogy, köszönöm, igen. Hogy elmondta. Mindenek elmen, Isten áldja. És hallgatom a következő telefonálót az élőadásban. Tamás atya vagyok. Haló, haló. Azt hiszem, hogy elment a telefonáló. Ha szívesen hív bennünket, akkor várjuk az élőadásban. Egy kicsit reagálnék erre a két gondolatra, és várunk természetesen a telefonálókat. Most lehet hívni, van szabad idő, szabad vonal. Köszönöm a pedagógus nap kapcsán a megemlékezést. Ez egy nagyon fontos téma. Picit az jutott eszembe, hogy bizonyos értelemben mindannyian pedagógusok vagyunk a magunk területén, de természetesen kiemelkednek ezek közül azok a tanítók, tanárok, és mindazok, akik a hozzájuk kötődő munkát végzik, akiktől nagyon-nagyon sokat kaptunk, hiszen egyrészt gyermekkorunk meghatározó személyisége is, akik nem csak tanítanak, hanem azzal is nevelnek, hogy velük töltöttünk a legtöbb időt gyerekkorunkban, hiszen egy tanítóval 4 évet, egy jó tanárral, vagy osztályfőnökkel, és utána még sorolhatnám a középiskola felsőfokú oktatásban is, akik tanultak. Tehát példaképekké is váltak bizonyos értelemben. És azért egy pedagógus is egy hivatásban él, mint akár egy pap, vagy egy orvos, vagy mondhatnánk mást is. És itt számomra a hivatás azt jelenti, hogy ő szereti a szakmáját, neki fontos az, amit tesz, és ezt meggyőződéssel, szeretettel teszi. Egy pedagógus az szívből választja a szakmáját. Legtöbb pedagógusban azt láthattuk, és láthattam én is gyermekkorom élménye ez, hogy szerették azt, amit tesznek. És ez a szeretet, ez a vágy, hogy jó tanárok legyenek, ez úgy átjött nekünk is, emlékszem gyerekkori pedagógusaimra, de most van egy telefonáló, szeretettel hallgatjuk az élőadásban, Tamás atya vagyok, köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre én nagyon röviden szeretnék telefonálni, imával kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Nekem az a meggyőződésem, hogy tulajdonképpen a jelen helyzetben, ami van tulajdonképpen az egész világban, tehát nem csak Magyarországon, egyedül az ima ereje, ami segíthet rajtunk. Semmi más. És jelen helyzetben nem az segít rajtunk, hogy mindenhol háborúk vannak, és ölik egymást az emberek, és van ez az őrült káosz, és az egész mindenség. De az a helyzet, hogy nagyon kevés sajnos a úgynevezett hitbe élő ember, aki tulajdonképpen rendszeresen imádkozik, de nem csak úgy immel ámmal, mert nem mindegy, hogy imádkozunk. Tehát aki nem szívből imádkozik, és nem hitből imádkozik, az nem ér semmit. Csak az ér valamit, aki tulajdonképpen igazi szívből és lelkülettel fordul a Jóistenhez, és kéri az ő segítségét, és meg is fogja kapni.
És ezt az egy mondatot akarom mondani, hogy én tulajdonképpen ezt felekezetre való tekintettel kérem, hogy mindenki imádkozzon, és kérjük a Jóisten segítségét, hogy segítsen ki bennünket a szorult helyzetünkből, mert értsék meg, hogy csak az segít, senki más nem segít rajtunk. Úgyhogy ezzel köszönöm, hogy megosztotta a hit erejét. És... Azért szeretném ezt mondani, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy fegyverrel, meg pénzzel, meg nem tudom mivel lehet, avval nem lehet, az nem ér semmit. Hogyha nincsen Isten hite, és nem imádkozik, és nem kéne Jóisten segítséget, ezt ember, ezt nem mondhatja meg, ez csak a Jóisten. Nagyon szépen megköszönöm, hogy ezt meghallgatta, és hogy én imára szólítom a minden jó akaratú embert, és minden hívő embert, és azokat is, akik nem hívők, hogy minél többen legyenek, akik imádkoznak a békéért. Ezt szeretném megköszönni, hogy meghallgatod, és ezt szeretném kérni. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Isten áldja, egy szép Jézus napot kívánok mindörökké, amen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Én egy olyan kegyhelyen vagyok plébános paptársaimmal, egy olyan kegyhelyet szolgálhatunk, amely tulajdonképpen az imádságnak a helye. Nap mint nap megtapasztaljuk, hogy az emberek imádkozni jönnek hozzánk. Akár a csöndes, hétköznapi betérő híveink, sokszor betérdelő emberek szívében is, és a közösségi programokban is a leghangsúlyosabb programunk az maga az imádságra kihelyezett program. Nagyon szép volt most például a pünköst hétfőn, a Magyar Katolikus Rádión állunk adott hálát 20 éves működésért, és ugyanakkor Püspök Atya imádságra hívta az egyházmegye papjait, híveit, közösségeit, a békért, a családokért, a papi hivatásokért. És valóban nagyon szép, hogy például az egyházmegyénkben kialakult már jó régóta, most már több mint 15 éve, a Prohászki Ima Szövetség, amelyben kis közösségekben, plébániai közösségekben papi szerzetes hivatásokért imádkozunk, mert látjuk, hogy ezt a kérdést is a Jóisten tudja megsegíteni fölülről. Köszönöm, hogy tanúságot tett az előző hallgató, és van egy újabb telefonáló a vonalban, akit szeretettel köszöntök. Tamás, hogyha vagyok az élőadásban, hallgatom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindenek én is jelen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm az atyát, annál is inkább, mivel a múlt hónap 9-én mennybe menetel ünnepén személyesen is találkozhattunk Székesfehérváron a bazilikába. Pár szót váltottunk, illetve ha emlékszik rá, Püspök atya még meg is áldott, áldásba részesített. Nagyon-nagyon nagy kegyelem. Én gyakorlom a hitemet, 30 évig szolgáltam az egyházamat, kihaltak szüleim, és akkor utána az orvánságból jöttem el gyakorlatilag ide. Itt élőbb közösség van, tehát szentségimádások, nagyon szeretem a szentségimádások, és gyakorlatilag mindenre megemlékeznek. Hogy most azt szeretném az atyától kérdezni, hogy már akkor elhangzott, hogy én nagyon szeretnék elmenni Bodajkra. Hogy azt szeretném kérdezni, hogy hát csütörtöki napon szeretnék menni, mert nekem ez úgy bevált, és csütörtökön állítólag nyitva van a könyvesbolt is. Igen. Hogy most 6-án, vagy Bodajkon, hogy zajlik a 13-dik, vagy netán 13-án utaznak? Minden nap nyitva van a kegyhely, reggel 8:30-tól este 7-ig. A kegytárgyból könyvesbolt ajándékboltunk, az csütörtöktől vasárnapig, reggel 9-től délután 5 óráig van nyitva. Én azért tanácsolom a 13-át, mert nagyon szépek ezek a fatimai engesztelések, amelyek délután 5 órakor kezdődnek ünnepélyes szentolvasóval, elmélkedéssel, körmenettel, a fatimai kegyszobor másolatának való körmenettel, gyertyás, nagyon szép körmenetezés, 6 órakor ünnepi szentmise. Biztos, hogy ez egy lelki tartalom is azon túl, hogy eljön és körülnéz nálunk. Tehát én a 13-át javasolom, ha délutáni órákban megérkezik, részt vesz ezen az ima órán, és akkor utána tér haza. Talán a közlekedés még megengedi, hogy 7 óra után is el tud jutni Fehérvár fele kényelmesen. Hát sajnos nem. Nagyon sajnálom, de sajnos nem tudok. Nekem hogyan? 3:45-kor megy a buszom Lepécsre.
Ja, értem, fel kell érni, mert csak úgy tudok tovább menni. Akkor viszont azt mondom, hogy bármelyik nap eljöhet, mert annyi, hogy a ajándékboltunk az csütörtöktől vasárnapig van nyitva, de egyébként bármelyik nap várjuk szeretettel, és akkor ilyen szempontból most lelkiségi programot pluszban nem tudunk ajánlani, de maga két hely nyitva szépen. Van. Úgyhogy találkozzunk Bodajkon. Azt szeretném, Atya, hogy a maga a kegyhelyről, tehát a templomba is van anyag? A kettágyboltunkban van egy kis füzet, az is egy jó anyag. Ha otthon vagyunk, szívesen fogadjuk. Most csütörtökön nem leszünk otthon, azt tudom, de nyitva lesz a bolt. 13-ai héten pedig akkor is egy nehézebb hét lesz, mert kárpátaljai gyerekek jönnek hozzánk táborozni. Erről majd szeretnék tanúságot tenni, de a boltban a hölgyek tudnak segíteni, úgyhogy jöjjön csak nyugodtan hozzánk, és ott kap egy kis információt, kedvességet. Most a netán másik nap megyek, akkor a templomról, a templomba kapok ilyen tájékoztatót? Igen, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap a kegytájbolt nyitva van, tehát ott személyesen is tud beszélgetni illetőkkel. Igen. Az minden többi nap nyitva van a kegyhely, tehát hogyha hétfőket szerdán jön, akkor is nyitva van. Értem. Csak szeretnék emlékbe, tehát a magára... Akkor csütörtök, péntek, szombat, vasárnap jöjjön hozzánk, és akkor a kegytájboltban tud vásárolni, körülnézni, beszélgetni ott. Illetve ha otthon vagyunk, akkor mi is szeretettel várjuk. Köszönöm, nagyon szép. És örülök, hogy találkoztunk Fehérváron. Van egy telefonáló, csak azért szeretném, hogy őt is szóhoz jusson. Nagyon szeretettel köszönöm, és én nagyon reméltem, hogy találkozunk Bodajkon is, de akkor most 6-án nem lesz otthon? 6-án nem leszek otthon, egy paptársunkhoz megyünk el, és emiatt, egyébként csütörtök szokott a szabad napunk lenni, úgyhogy az egy picit olyan szabadabb, de keressük egymást, és akkor tudok majd segíteni. Csak hagyjon a következő telefonáló, mert nem akarom megváltoztatni. Jó, nagyon szépen köszönöm. Isten áldja, mindenki amen. Köszönöm. És szeretettel hallgatom a következő telefonálót az élő adásban. Tamás atya vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Kedves atya, én egy felnőtt megtérő vagyok, és felnőtt keresztelkedő is, emiatt a mulasztásom a gyermekem nevelésében mutatkozik, és emiatt szeretnék imád kérni az ő megtéréséért, azért, hogy rendezze a kapcsolatát szentségi módon, hogy rendezze az egész életét és a fókuszt az Úr Jézusra irányítsa. Ugyanemiatt szeretnék anyámért is és az öcsémért is imád kérni. Ezt szeretném, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy hívott, és elviszem őket. Hogyha a tűzanyához terjed ki a kéréseim. Igen, anyai szívből az anyai szívhez. Köszönöm, hogy felhívott bennünket. Áldott napot kívánok. Én is köszönöm. Köszönöm. Szeretettel hallgatjuk a telefonálókat. Most van egy kis lehetőség, hogy én is szóljak pár szót. Visszatérve a pedagógus nap kapcsán talán elmondtam, hogy mennyire jó szívvel él bennem is a gyerekkori tanárom, Halaszti László Ildikó néni. Nagyon tervezem most, hogy felkeressem még időskorában. És egy jó nagy világcsokorral elmegyek, és megköszönöm azt a 4 évet, amíg alsóban foglalkozott Fehérváron velünk, Székesfehérváron jártam iskolában, általános iskolába. És nagyon szerettem őt, nem egy vallásos iskolába jártam, akkor indultak csak az egyháziskolák, de olyan tartást, olyan tiszteletet kaptunk általa, megtanultunk köszönni, megtanultunk viselkedni, megtanultuk azokat az emberi értékeket, amik hittől függetlenül az általános emberi értékekként vannak előttünk, ilyen például, hogy becsületesek vagyunk, hogy köszönünk egymásnak, hogy bocsánatot kérünk. És Ildi néni ebben kellően szigorú volt, hogyha valami nem úgy sikerült, akkor mindig utána ment ezeknek a dolgoknak, és egyfajta fegyelmet is tartott. Nagyon szeretettel emlékezem meg rá, és nagyon szeretném egy nagy csokorvirággal őt is köszönteni. És külön szeretnék megemlékezni az esztergomi Ferences gimnáziumban eltöltött 4 évemről, pontosabban szeretettel megemlékezni az ottani atyákról, mert azért nagyon nehéz időszakban kaptak meg bennünket, kamaszkorunk kellős közepén, felnőtti válásunk perceit élhettük általuk meg, pontosabban ott váltunk előttük felnőtté. És az iskola, amely eleinte azért nagyon nehéz volt nekem is, hogy egy kollégium, havonta, két havonta mehettünk haza, szigor volt, és nem volt ez a mai kommunikáció lehetőség.
de mégis felnőtté neveltek bennünket, keresztény magyar emberekké neveltek bennünket Esztergomban. Azt gondolom, hogy akik ilyen rendiskolába jártak, legyen a bencés, piarista, vagy ferences közösség, vagy más egyéb iskola a női ágon is, ők azért egy olyan meghatározó 4-6-8 évet tölthettek el rendiskolákban, amely biztos, hogy az egész életükre kihat. A lelkiség, nekünk Assisi Szent Ferencnek a természetre való nyitottsága, az isteni szépség felfedezése az élet legkülönbözőbb dolgaiban, a testvéri közösségnek a fontossága, ezek mind olyan nevelési ajándékok voltak, amiket megkaptunk Esztergomban mi is, és ebből él az ember. Most pont nem abban az akóban jöttem, de igazából itt lenne innen, bocsánat, itt a másik oldalt a ferences kitűző, egy kis lilium és benne a Szent Ferenci szimbólum. És nagyon büszke is az ember arra, hogy egy én iskolának a diákja lehetett, ahová azóta is sok-sok diákot tudtam küldeni, és talán elindítani őket is azon az életúton, ami nagyon fontos, hogy járja. Ha esetleg van ilyen élmény, ezt is szívesen hallgatom, ahogy az ima szándékokat is szívesen várom, hiszen elvinném a kéréseiket, nehézségeiket, fájdalmaikat és örömeiket a Bodajki Szűzanyához, az anyai szív kegyelmébe felajánlani mindazt a nehézséget, örömöt, ami ér bennünket, vagy amit szeretnénk odaadni Jézusnak, magának az Istennek. A másik témára is visszatérve, nagyon köszönöm Miklósnak, Mikinek, hogy a zsoltárokat felhozta, hiszen talán kevésbé szoktunk zsoltárokat imádkozni, mi papok természetesen a zsolozsmában ezeket imádkozzuk, és nem tudom, megfigyeltük, hogy a Szentmisében rengeteg helyen megjelennek a zsoltárok, hiszen a gregorián introitusban, bevezető énekben, áldozási énekben, kommunióban most már magyarul is sok helyen tudják ezeket énekelni jó pár évtizede. Gyönyörű szép zsoltárokat, szentírási részeket imádkozunk, illetve az olvasmányok között, illetve a graduáléban az állelujás vers kis részében is sokszor olyan zsoltárok szerepelnek. És azért nagyon sokszor idézzük is ezeket a zsoltárokat, amik az életről szólnak, nagyon jó, hogy ezt elmondta a kedves hallgató testvér, hogy valóban az életünkről szólnak, és nem azt mondanám, hogy ugyanolyan a mai élet, mint az az élet, hanem azt mondanám, hogy az ember mindig ugyanaz volt. Bűnökkel küzdött, az egymás közötti fájdalommal küzdött, az egymás közötti küzdelemmel küzdött, és ilyen szempontból a zsoltárok nagyon emberi imádságok. Jó szívvel ajánlom én is, hogyha van lehetőségünk a Szentírást felnyitni, és egy-egy zsoltárban megtalálni azokat az igehelyeket, azt az ajándékot, amit üzen nekünk a Szentíró, és egyszer csak észrevesszük, hogy ez a mi életünkről szóló imádságok. Szívesen idézek majd egy-két zsoltárt, most ha nincs telefonáló, akkor lehet, hogy ki is nyitom a zsolozsmás könyvemet, és szeretnék felolvasni egy-egy zsoltárt, hogy ezáltal is gazdagodjunk, hogy milyen szép imádságokat ad az egyház számunkra. Általában mindig a küzdelemről szólnak ezek a zsoltárok, a harcról abban a szempontból, hogy Isten megoltalmaz és segít bennünket a gonosz elleni küzdelemben. Van egy telefonáló, de még előtte szeretném ezt a 14. zsoltárt felolvasni. Ez pedig pont arról szól, hogy tiszta szívűnek kell lennünk ahhoz, hogy Isten országába bejussunk. Uram, a te hajlékodban kilakhat, a te szent hegyeden kipihenhet, aki fedhetetlenül él és helyesen cselekszik, akinek őszinte szíve gondolatja, aki álnokságot nem terjeszt nyelvével, fele barátjának nem okoz ártalmat, és embertársára nem szól gyalázkodást, aki a gonoszt semminek sem nézi, ám becsüli az Isten félő embert, aki nem szegesküt akkor sem, ha kárt val, nem kölcsönzi pénzét uzsorakamatra, és nem fogad el vesztegetést ártatlan ellen. Aki így cselekszik, soha meg nem inog. És hallgatom szeretettel a telefonálót az élőadásban. Tamás atya vagyok, hallgatom. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki, amen. Egy fájdalmas szívű édesanya vagyok, aki 10 évvel ezelőtt vesztette el a 47 éves kislányát, és egyszerűen nem tudom elhinni, tudom, Isten hívő vagyok, Bozsvikában volt az esküvőm, és gyakorlom is a vallást, de egyszerűen aneurizmába, és
borzasztó érzés. És azt szeretném kérni öntől, hogy Mercedesnek hívták, egy áldott jó ember volt, nem azért, mert az anyukája vagyok, és azért mondom, hogy áldott jó, de tényleg nagyon jó, és van egy gyönyörű 22 éves unokám, akit sajnos a papa nem nevel vallásra. És tegnap voltam a Budaörsön a gyönyörű meneten, és kérem a jó Istent, mert sajnos egy évvel ezelőtt a lábam az, hát, hogy ízületi dolgok miatt fáj, és hát a fájdalom még duplázódik, és főleg a gyermekemnek az örök nyugodalmat, és adjon a jó Isten nekem erőt, hogy lássam fölnőni, fölnőtt fiatal ember unokámat, és hogy tudom segíteni, és főleg azt, hogy köszönjük, hogy vannak, és a jó Isten áldja meg önöket, nagyon sok szép, jó és sok idős emberben tartják a lelket, és imádkozunk a világért, hogy a jó útra térjen a világ, és adjon a jó Isten sok emberbe erőt, egészséget és a hit tartalmát. És nagyon köszönöm, hogy vannak, és Martinnak hívják az unokámat, én Ildikó vagyok, és Mercedes volt a kislányom, és hogy bele tudjak, hogy tudom elengedni, de nem tudom, hisz édes gyermeket nem lehet egyszerűen tenni magát az embernek. És nagyon kérem, hogy imádkozzon akkor a világért és mind a hármunkért, és nagyon köszönöm, és adjon, hogy a jó Isten erőt a lábamba, hogy újból tudjak úgy szaladni, mint egy nyúl. Különben most voltam május 18-án 79 éves János pápa születésnapját, úgyhogy sokat járok a bazilikába is, mert a itteni templomokban 11 kerületben, és kérem a jó Istent a mindennapi életnek az erősségére és a hitem megtartására, és áldjon a jó Isten önöknek sok köszönjük erőt, szépen. És nem hozom az időt, és csak köszönjük egyszerűen szépen. Csak az a kérésem, hogy a gyermekem örök nyugodalma és az unokámnak az erő az élethez. Nagyon köszönöm, a jó Isten áldja meg önöket. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen. Nem tudom, van még egy telefonáló, jól látom? Akkor szólítanám a következő telefonálót, miután felírtam ezeket az ima szándékokat. Szeretettel hallgatom, Tamás atya vagyok az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Tamás atya, tisztelettel köszöntöm, mint Regina vagyok. Köszöntöm én is. Nagyon szépen köszönöm. Elsősorban szeretnék hálát adni minden munkatársának, az AVTN csatornának, akiket látunk, hallunk, és akiket nem látunk, de halljuk, és még a többieket, mindenkit, aki közben jár és működik, és mindent azért megtesz, hogy hozzánk eljussanak azok a gyönyörű beszélgetések, ige hirdetések, misék és a többi, hadd ne soroljam fel. Én az EVTN családhoz tartozom, úgy mondva, mert igazából nem csak az újság közvetítése miatt, hanem egyáltalán támogatással is, meg a közvetítésük kísérése által. Úgyhogy én szeretnék hálát mondani a létezésükért és a tevékenységükért, és az Úr kegyelmének veszem azt, hogy önök vannak. És akkor most én szeretném kihasználni az alkalmat, kedves a Tamás atya, és a ima szándékot, hogyha kérhetnék. Elsősorban drága édesanyámért, akinek Rozália volt a drága neve, és akinek megköszönhetem a minden intelmét, szép szavát, simogatását, irányítását, példamutatását, mellette a nagymamámat, aki besegített a neveltetésembe, és minden női tagot a családban, én voltam az egyetlen gyermek, úgy keresztbe kasul a nagy családban, első vagy egyetlen leánygyermek, tehát nagyon-nagyon vigyáztak, hogy jó útra neveljenek. Ezért szeretném
értük kérni a hálaim a szándékot, hogy az örök nyugodalmat nyerjék el az örök hazában, és nyugodjanak békében, és hogy minden nap a szívemben érzem őket. Köszönöm, hogy ezeket elmondta, és elviszem az édesanyját, meg az, hogy hálát ad érte, és megköszöni mindazt, amit kapott. Ez nagyon szép gondolat, és én megköszönöm, köszöntöm önt, és nagyon szép napot kívánok, egy új hétkezdést. Jó Isten áldása legyen önön. Nagyon szépen köszönöm, kedves a Tamás, Isten áldását mindannyiukra, és köszönjük, hogy vannak még köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Már is szólítom a következő telefonálót. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy köszönöm, hogy a televízió munkatársait köszöntik. Mi atyák itt egy kicsit vendégek vagyunk, talán már nem annyira vendégek, hiszen többször voltunk itt ebben a kommunió műsorban, de azok nevében szeretném megköszönni ezt a fajta figyelmességet, hiszen nagyon fontos lehet számukra a munkatársak, az EVTN televízió dolgozói munkatársai számára, hogy megköszöntik őket, vagy megköszönik a munkájukat, hogy kapnak visszajelzést arról, hogy az a munka, amit elvégeznek itt, az egy fontos munka, és hogy nagyon sok embernek nagyon sokat tud adni, úgyhogy köszönöm szépen. És hallgatom a következő telefonálót az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen, köszöntöm szeretettel. Nagyon rövid leszek. Egyik üzenetem az, hogy én is hálás vagyok az EVTN csatorna minden dolgozójának. Rendszeresen nézem, és nagyon sok lelki segítségben van részem. A másik kérésem az volna, hogy szíveskedjék a megholt és élő szeretteimért misét mondani, illetve megemlékezni róluk a mise keretében. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Mindörökké amen, nagyon szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, viszont kívánom. Visszatérve még a televízió munkatársainak mondott köszönetre, nagyon fontos, hogy kimondjuk azt, ami a szívünkben van, ezt most pozitív oldalról is szeretném mondani, hogy ha valami szépet látunk, azt megköszönjük, mert sokszor a gonosz, mint egy néma angyal, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, talán ez így nem volt jó kifejezés, de hogy a némaság bűnébe tesz bennünket, és hogy azzal is lehet azért sokszor vétkezni, hogy nem köszönjük meg egymásnak, amit kapunk, vagy nem figyelünk egymásra, pedig tudjuk, hogy milyen sok jót kaptunk, és nagyon szép, amikor kimondjuk egymásnak, hogy köszönöm, hogy vagy, köszönöm, hogy dolgozol értünk, és most nyilván a televízió kapcsán is köszönjük a televízió munkatársainak azt a munkáját, amivel oly sokakhoz elviszik az örömhírt, a jó hírt. Megmondom őszintén, hogy én is, hogyha időm van, bele szoktam nézni a televízióban, nagyon szeretem a közvetítéseket, a gondolatokat, a különböző színes programokról való beszámolót, és azt érzem, hogy egyrészt él az egyház, másrészt pedig, hogy van, aki erről hírt ad nekünk, hogy az egyház élete, az egyház gazdagsága az el tud jutni hozzám, és hogy ezáltal egy picit én is ennek a közösségnek a boldog résztvevője tudok lenni, és részese tudok lenni. Van egy telefonáló, úgyhogy szeretettel hallgatom az élőadásban. Tamás, hogyha vagyok. Kinga vagyok. Halló? Tessék parancsolni, ön van élőadásban. Kinga vagyok, hallgatom. Budapest. Halló? Hallgatjuk Kinga önt. Vagyok Budapestről. Halljuk önt. Jó. Hát nekem egy profán kérdésem lenne, mert én láttam egyszer egy ilyen rózsafüzér imádságot a szabad természetbe, és ez olyan gyönyörű volt, és hogy egy nap alatt meg lehet ezt járni Budapestről, ezt a bodajkot, mert hogy tetszett mondani, hogy nyitva van napközben igen, is a templom, igen. Hogy busszal lehet megközelíteni, vagy... Gondolom, hogy nincs vasútállomásuk. Segítek. Van vasútállomásunk, és most már viszonylag jó vasútközlekedés is van. Budapestre a déli pályaudvarról 1 óra 7 perc alatt lehet leérni vasúttal. Át kell szállni Székesfehérváron, igen. De el lehet jönni vasúttal. A vasútállomástól Bodajkon körülbelül egy 10-12 perces séta a kegyhely,
De az alatt meg el lehet mondani egy olvasót, hogyha az ember tud gyalogolni, vagy nem probléma, egy kilométer távolság. Hát az 10 perc, az másfél kilométer legfőjebb. Akkor igen, így mondom. Úgyhogy szeretettel várjuk, vasúttal is el lehet jönni, és a busszal is a Népligetből közvetlen buszjárat van Bodajkra. A busz közelebb áll meg, mint a vasút. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez Budapestről 67 kilométer, tehát egy járható távolság. Én is reggel 7 óra után indultam, és 9 órára itt voltam. Mondjuk nyilván autóval most ebben a forgalomban más a helyzet. Csak igen, ezzel azt szerettem volna mondani, hogy nem vagyunk annyira messze. Úgyhogy szeretettel várjuk. Jó. Bodajkra, és Isten hozta előre is, hogyha el tud jönni. És azért kérek esetleg... Igen. Hát ima szándékot, hogy imádkozzon azért, hogy időként ilyen lelki szárasságot érzek, és értelmetlennek érzem azt, hogy én elmondom a kedvenc imáimat, hogy mondjuk sikeresebb legyen az ima életem. Vagy lehet, hogy a Jóisten másképp bírálja el, mint ahogy én érzem. Igen, hát ilyet a szentek is átéltek, és még mondom őszintén, nekem is sokszor van, hogy nagyon, nagyon sivárnak érzem az imádságot, de én azt szeretem az imában, hogy akkor is el kell mondani, amikor nem ad kegyelmet, mm-hmm. vagy nem úgy ad kegyelmet, ahogy azt én gondolom, érzem, és valóban erre figyelni kell. Én elviszem ezt a kérést a szűzönyához, hogy támogassa meg önt, hogy is érezze az imának az erejét, a kegyelmét. Köszönöm, hogy van ilyen kérés is, és várjuk szeretettel Bodajkon. Én is köszönöm, dicsértesség. Mindenekelmem. És van egy újabb telefonáló, akit szeretettel hallgatunk az élőadásban. Tamás atya vagyok. Dicsértesség a Jézus Krisztus, Tamás atya. Hisné Margó vagyok, Miskolc Diósgyőrből. Szeretnék imaszándékot kérni. Igen. Sajnos mentek innen, mentek innen. Igen, össze. Nem, igen. Igen, csak én nem tudtam elmenni, mert vastagbél daganatom volt 2 éve, aztán cipőprotézisem is 4 éve, és akkor hát ez az út nekem nem fér bele. Mária Pócsra el tudtam menni, de ilyen hosszabb útra. És csak mindenkit arra szeretnék kérni, nézőket, hogy nagyon sokan imádkozzanak ezért a szörnyű öldöklésért, háború befejezésért, ami mai világban van, a családi békéért. Ezt a nézőknek mondom, meg a hallgatóknak, mert sokan elsiklanak, csak a magukért imádkoznak. A másik dolog pedig, meg szeretném kérni Tamás atya, hogyha elvinné a szűzanyához az imakérésemet. Hallgatom. Először is a lányom és a fiam családtagjaiért, unokákért, akkor a halott családtagjaimért, édesanyám Margit volt, most lesz, értem is, pont Margit napra sikerült most mondatni, testvéreimért, édesapámért, rokonaimért, magamért, és a háború befejezéséért. És ezt kérném, hogy vigye el, legyen szíves a szűzanyához. Nagyon sokat imádkozok, vannak könyveim, nagyon jó szomszédasszonyomban rózsatűzéres. Igaz, hogy ő nem ebbe a templomba, hanem a Szent Annába, de mindegy, nagyon sok kis könyvvel ellát, Szent József litánia, Szent Rita, akkor a Szent Sebek rózsatűzére a litániája, akkor a Szent Lélek litániája, és akkor a rózsatűzér tag is vagyok, imádkozok. Most májusi litánián, vagy 6-szor, vagy 7-szer, ha hiányoztam minden este, csak egy parkon kell átmennem, el tudtam menni. Nagyon szépen köszönöm, és a Jóisten áldását kérem önre. Most a hölgyel beszéltem, majd küld nekem újságot, igen. Mert a Jóska atyának is szeretném megnézni a miséjét, az arany miséjét. Hogy nem tudom, hogy tudom, hogy 13-án lesz, csak nem tudom, hogy hány órakor közvetítik itt a Bornumon. Igen, biztos tudnak segíteni, és köszönöm az ima szándékot. Az hagyd mondjam el, hogy nagyon aranyos kis csapat jött Diósgyőrből, Miskolc Diósgyőrből. Annyira, a Balázs atyával. Igen, nagyon kedvesek voltak, és nagyon innen is köszöntöm a csapatot, és mondja meg nekik, hogy nagyon, nagyon a szívünkbe kerültek ők is, ahogy nagyon sokan érkeznek máshonnan is, de olyan imádságos, nagyon mosolygós szívbe, csapat volt, tudta. Úgyhogy igen.
Bocsánat. Tessék, csak mondja, ne haragudjon. Nem tudtam elmenni az egészségi állapotom miatt, viszont Mária Pócson részt vettem az egynaposon, de fájó szívvel mondom önnek, most a gyerekek, talán a lányom még mondták, hogy valahova majd elvisznek. Nagyon szeretnék elmenni ilyen búcsú kegyhelyre. Igen, kegyhelyre. Ami csak egy, hát remélem, egynapos. Hogy összejön. Remélem, hogy és összejön. Mindenkit kérek, hogy imádkozzanak, húzunk. Imádkozzanak. Nagyon rosszak az emberek egymáshoz is, családon belül is. Nagyon sok helyen békétlenség van, és onnan igen. indul az egész. Ez így tehát van. Ez így a világ van. Békéért. Magunk szívében nagyon is béke. Köszönöm szépen, nagyon szép napot kívánok. Viszont, viszont. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen, Isten áldja. Isten áldja. Köszönöm. Van egy újabb telefonáló, akit szeretettel hallgatunk az élő adásban. Tamás atya vagyok. Dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen. Hát, Tamás atya, én már elég idős asszony vagyok, 67 éves. Az előbb, ahogy hallottam, hogy búcsújáró helyen, hát amikor tudtam, még amikor rendesen tudtam járni, hát Szent Kútra azért többször elmentem. Na de ez nem ez a lényeg, hanem az, hogy tehát nekem, én abba a hitben nevelkedtem, édesanyáméknak köszönhetően, hogy római katolikus, ha bár görög is vagyok, de hát a római katolikusba, hát édesanyám római katolikus volt, és tehát ezt a feltartást szoktam meg. És sokszor azt hiszem, hogy az életben mindenki kap jót és rosszat is. De nekem van egy olyan családom, valahogy így adta a jó Isten, hogy, hogy olyanokhoz, olyan a férjem is, a családja is, hogy ők soha nem jártak se templomba, se semmi ilyen hitbeli dolgaik nem voltak. És nehéz ebbe a családba úgy, hogy próbálni irányítani. Lehet, hogy én nem tudtam jól, de azért mégis megpróbáltam, és valamennyire egy kicsit sikerült. Mert hát nagyon jól tudja az, hogy van, akik egyszerűen a templomba nem akarnak menni. Ez így van. Én hiába megyek el, hiába mondom, hogy jöjjenek velem. Valahogy nem érzik ott jól magukat, hosszúnak tartják meg. Hát igaziból nem, de próbálom mindig úgy irányítani a dolgokat, hála a jó Istennek, hogy a lányom is, mert hát őt eleve így neveltem, meg az unokám is, azért ott vannak velem együtt minden nap, minden vasárnap a templomban. De jó. Csak az a rossz nekem, hogy nem tudom a férjemet, meg a fiamat oda irányítani, ők elfogadják, hát én menjek nyugodtan a templomba, meg imádkozzak értük, hát persze, hogy imádkozok, az egész családomért imádkozom, meg amit nem igazán, hogy én itt lakok Szikszón, és egyszerűen nem láttam az emberek, úgy elfoglalják magukat vasárnap, mert akkor van a legtöbb munkájuk, azt az egy óra hosszát nem tudják rászánni arra, hogy a jó Istenhez forduljanak. Igen. Azt hiszem, hogy sokan küzdenek ezzel a nehézséggel, de örülök, hogy az unokája meg a lánya együtt megy Szent Misére, mert már ez is nagyon nagy dolog, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy egy picit legyünk a másik helyett is ott a templomban, nyilván ez nem pótolhatja a Szent Misét, de lélekben vigyük el a férjünket, a gyerekünket, azokat a családtagokat is a Szent Misére, akik bármilyen oknál fogva azt mondják, hogy ők nem szeretnének, vagy nem érdekli őket a hit, és egy picit helyettük is vállaljuk föl az Jézussal való találkozás örömét, pontosabban ajándékát, és kérjük az Úrtól, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor ők is megnyílnak a hit felé. Azért ez egy nehéz út, de reménykedni kell nem mindig. Nem azt mondom, hogy ateisták teljesen,
Tehát ők jó, hát hisznek a maguk módján. Igen, igen. De ennek is azért örülni kell, mert... Igen, ennek is örülni kell, mert az is nagyon nagy dolog, amikor valaki nem ellenséges, abban a szempontból még támogató is az egyházzal, hogy amikor van egy nagy ünnep, vagy valami segíteni kell, akkor akár mennének is segíteni kétkezi munkával, vagy bármivel, csak ugye minden vasárnapi mise sok nekik, és hogy biztos a Jóisten látja a lelkünket, és látja az utat, amin járunk, hogy kinek ezen az úton hol a helye, hol tart ezen az úton felé, és hogy ezért mondom újra csak ezt a gondolatot, csak közben van már egy újabb telefonáló, hogy szóljon majd ő is, hogy egy picit elvinni őket lélekben, és kérni Jézust, hogy fogadja el az én itt létemet ő helyettük, hát őértük is. Tiszta szívemből. Imádkozom értük, elviszem a családját a Bodajki Szűzanyához, jó? Fölírom, hogy egy nagyon családért való köszönöm. Imádság. Köszönöm, hogy megosztotta, áldott napot kívánok. És hallgatom a következő telefonálót az élőadásban. Tamás atya vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én hálaadó imát szeretnék kérni először is a Szűzanyának, amiért eddig volt nagy balesetem is, most megint volt egy, hogy megőrzött, ahogy szokták mondani a régi öregek, hogy a Szűzanya kötőjébe estem mindig. Úgyhogy hálaadó imát először neki, és imát szeretnék kérni beteg családtagjaim felgyógyulásáért, meggyógyulásáért, családom, hogy hitben, szeretetben, egészségben és békességben éljen. És szeretnék a katolikus televízió dolgozóiért, Ferenc pápáért, a papságért, mert én nekem ez az egy van, ami tényleg, hogy na, én állandóan azt lehet mondani, hogy ezt a katolikus televíziót nézem, lehet, hogy mások idézőjelben, de nem érdekel, megszólnának érte, hogyha ezt mondom. Én nagyon szeretem, mert nekem csak tényleg, hogy ez olyan, hogy mondjam, hogy felüdülést ad. Az biztos, hogy jó egy olyan televíziót hallgatni, amelyből nem a fájdalmak, a társadalmi nehézségek, kirekesztettségek, világproblémák hallgatja csak az ember, hanem a jó hírt, azt a támogatást, hogy az Isten velünk van, és nem fog elhagyni, és hogy ha megérezzük másban a reményt, a hitet, az bennünket is ki tud emelni abból a szürkeségből sokszor, amiben vagyunk, hogy hát itt már mindennek vége, meg Isten elhagyott, és akkor látunk egy-egy akár Angelika anyának a mosolya, meg a pozitív kisugárzása, hogy mennyire fontos neki a bizalom, mennyire bízott Istenben, és hogy ezt még így is át tudja adni több év távlatából, ez még nekem fiatalnak is nagy erőt tud adni. Úgyhogy köszönöm, hogy ezeket megosztotta. És hogyha még egyet szeretnék az előbb ima szándékhoz, az elhunyt családtagjaimért. Azt hiszem, ezt fölírtam, de fölírom még egyszer, hogy... Úgyhogy nem... Jó, elviszem a Bodajki Szűzanyához. Jó. Nagyon szépen. Isten áldja, szép napot kívánok. És Isten áldja önt is. Köszönjük, köszönöm, Isten köszönöm. Áldja. És akkor, ha jól látom, van egy újabb telefonáló, akit szeretettel hallgatunk az élőadásban. Tamás atya vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Veronika vagyok, Pilisvörösvárról. Mindenekkel, nem. Kettő dolgot szeretnék megköszönni, illetve hálát adni. Az egyik az, hogy tetszett fogadni a Fehér Anna Nővér Alapítvány által szervezett csoportot, és milyen jó ráérzett ezeknek az embereknek, hogy mire van szükségük, és az ön orgona játékával igen. Milyen élményt nyújtott nekik. Igen. A másik pedig az, hogy a visszatérve a pedagógus napra, meg a tanárokra, most terveztük meg az 50. érettségi találkozónkat. Nagyon jól sikerült. Ott volt az osztályfőnökünk is, meg a felesége is. Az osztályfőnökünk nem hívő ember, de csupa nagybetűvel írnám azt, hogy ember. Igen, tehát olyan igen. Közösséget szervezett, vagy alkotott, épített, ahol tényleg nagyon jó volt tanulni, és 50 év után is össze tudtunk jönni, és jó sikerült, és mindenki eljött, akire így számítottunk. És a másik az,
Ezen a mi vallogásunkon a József atya is részt vett, mert ismerte nagyon jól az egyik osztálytársamat, úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani, egy kis vidámabb történetet meg hálát. Köszönöm. Ezt szerettem volna önnek elmondani. Köszönöm, hogy elmondta. Nagyon szép volt ez az zarándoklat, mert meghatott, hogy eljöttek Bodajkra. Talán nem mindenki tudja, nagyon így mondom, hogy nehézséggel élő emberek jöttek el önökkel, akik vakok, illetve egyéb fogyatékkal élő nehéz helyzetben vannak. Remélem szépen mondtam, vagy jól mondtam, mert tudom, hogy ma már jól kell mondani, de hogy olyan jó volt megtapasztalni, hogy nekik is tudunk valamit ajándékozni egy kis zenétvel, meg egy pár jó szóval, és hogy olyan sok szeretet van ezekben az emberekben, nagyon, nagyon megkedveltem, megszerettem azokat a testvéreket, akik nehézséggel élnek, mert csupa szív és csupa szeretet, és hogy sokszor mi olyan szomorok vagyunk, a morcosak, és hogy ők föl tudnak vidítani. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, és önnek pedig nagyon szép napot kívánok, és köszönöm, hogy megosztotta ezeket a szép élményeket, mert a saját pedagógusomról is ugyanezt tudom elmondani, hogy nem volt vallásos Ildi néni, talán a másik rendszerből is pedagógusként ott volt, de hogy nagyon jó ember volt, és ezt utólag belátom, hogy sokszor bennünk hívőkben ez a nehézség, hogy ha nem vagyunk jó emberek, akkor a hitünk, a hit ajándékát nem tudják felfedezni az emberek, mert azt mondják, hogy hát miért higgyek, hogyha nem tudok tőle jobb lenni, vagy jó lenni. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megosztotta, de van egy újabb telefonáló, még őt meghallgatnánk. Igen, köszönöm, hogy meghallgatott, dicsétessék. Mindenekkel elmen, Isten áldja. És akkor hallgatom a következő telefonálót. Igen, dicsétessék, hogy megint a Miki vagyok. Miki, hát, igen. Hát tudok szólni. Hát például ehhez az utolsó mondathoz azt tudom mondani, volt egy ember, aki azt mondta annak idején, amikor itt voltak az államosítások, mondjuk én erre emlékszem, de mindegy, azt mondta akkor az ember nekem, ezt most nem rég, már meghatolta, hogy elvették az Istent, és nem adtak helybe semmit. Itt a baj, itt kezdődnek. És a másik pedig az a Zsoltár, a 14. Zsoltár, amit Petszet olvasni. És ez a 14. vagy 114. Na, aztán a 14-et olvastam, igen. Igen. Hát az annyira gyönyörű Zsoltár. Hát így azt kérdez szépen, elcsaptam, hogy kell csak elmélkedni, és rájönni arra, hogy csak együtt, igen, lenni az Úrral, vagy Jézus Krisztussal, Szent Háromsággal. Na, ha abban benne vagyok, és abban gondolkodom, akkor nem tudok, akkor tényleg aranyat tudok teremni. Igen, és az a Zsoltár pont azt imádkozza meg, visszatérve, amiről az előbb beszéltünk egy jó pedagógus kapcsán, hogy először jó embernek kell lenni, és a hit ebben segít, és ez fogja megkoronázni. Mert mindig ezen gondolkozom el magamban is, hogy a mi hitünk, ha nem segít ahhoz, hogy mi szent emberek legyünk a szónak abban az értelmében, hogy bár küzdünk a hibáinkkal, a gyarlóságainkkal, de jók akarunk lenni, és szeretnénk szeretni, jók lenni, akkor igazából az egész hit egy nagy, nagy rítus maradt csak. Úgyhogy köszönöm, hát igen, hogy ezt... Igen? Ez így van, de én nem a rítusban élek, hanem a hitben. Tud, még én a háború a pincében voltam, és ott tanultunk meg rózsafüzérezni. Uh-huh. Számolni meg a tankokon. Ott tanultam meg. Uh-huh. És a lényeg az, kérem szépen, hogy ott a rózsafüzér után a fatimai ima helyett mindig azt mondtuk, hogy most segíts meg, Mária. Na most a rózsafüzért, ha imádkozom, úgy mondom, hogy a fatimai ima, és utána most segítsek, Mária. Ezt mindig hozzáteszem. Annyira belem ivódott, ezt tudni, hogy nem tudom elhagyni. És aztán ugye a másik, amit kérdezte az imádság, igen, a zsoltárok, azt rájöttem, hát minden nap imádkozom a rózsafüzért. Uh-huh. És nem segít sokszor. Én is próbálom elmondani, ezzel csak azért akarok tanúságot tenni a fiatal testvéreknek, hogy nagyon kell szép ima, és sokszor vezetek autóban, igen, vagy valóban gyaloglok, ügyeket intézek, és közben is tudom mondani, igen, a rózsafüzeret. Nagyon szeretem én is, úgyhogy erről én is tanúságot szeretnék, persze, tenni. Köszönöm, Miklós! Hát amíg én autót vezettem, ennek is van majd jó pár éve, és akkor kérem szépen, útközben, én, ha egyedül voltam, hangosan mondtam a rózsafüzért. Uh-huh. Anélkül, hogy szemeztem volna, tudtam, hogy hol van.
Hát, de csinálok igen, olyat is, hogy egy-egy tizedet felajánlok valamiért, de már csináltam olyat is, hogy minden szemre más ajánlásokat tettem. Hát ez a szeretetnek a kifejezése lehet, és köszönöm, hogy ezekkel is tanúságot tesz nekünk. Hát persze, azért, aki a háborúban tanult meg írni, olvasni, akkor hány éves lehet ön? Ezen kezdek el gondolkodni, hogy bocsánat, hogy megkérdezem, hogy milyen korosztály jön? 84. 80, Isten éltesse. Oh. Hát igen. Köszönöm szépen, de hát Petitumi azért úgy van egy jó, jól érzem magamat, hát vannak betegségeim rengeteg, de hát elgyógyszerezik, aztán jó van, hogy meddig élek, hát fogalmam sincs. Ajánljuk magunkat az Úrnak, ahogy mondja egy nagybőjti Zsoltár, ajánljuk magunkat az Úrnak. Miklós, elköszönök, mert van még egy telefonáló, és utána már szünet lesz. Tartunk egy kis szünetet, de még szeretném a telefonálót meghallgatni. Úgy szeretnék, és nem tudok beszélgetni senkivel, akivel ilyen dolgokról tudnék beszélgetni, és az pap. És az imákhoz tessék oda tenni, igen, hogy papjainkért, elhunyt papjainkért, a papi hivatásokért és a szerzetesi hivatásokért. Tehát a nők is szerzetesek. Igen, hogy, fontos. Hogy ezek annyira hiányoznak. Ja, és még valami. Azt kérem szépen, hogy ott vannak a diákonusok, most már lehet, fölszentelt diákonusok is lenni. Minél több 30-55 év közötti ember jelentkezzen diákonusnak. És tanuljon. Tanulja meg, hogy tudjon beszélni, hogy tudjon keresztelni, hogy tudja azt, hogy mit mond. Igen. Nem akarok ebbe beleszólni, mert ez nem a mi asztalunk, hogy egy főpásztor kit szentel föl diákonussá, vagy nem. Vannak ebben szép példák és nehezebb példák is. Talán nem nekünk kell ezt itt eldönteni. Nekem van pozitív példám, mert van egy állandó diakónusunk, akit nagyon szeretünk, Misi bácsi, Magyar Almásról, innen is köszöntöm, Szentirei Mihály, kinek egy 8 gyerekes édesapa és egy rendkívül hiteles életet élő állandó diakónusunk, úgyhogy köszönöm. Miklós, hagyj kérjem a következő telefonálót, mert jó, aztán szünetet jó, kell tartanunk, jó, és jó, akkor jó. Legyen neki is ideje. Köszönöm szépen. Ezeket az imákat kérem. Megteszem, jó? Csak most hagyj köszönjek el. Isten áldja, viszont hallásra. És hallgatom a kedves telefonálót élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Erzsébet vagyok a Csepel-szigetről. Mindenekké amen. Sok szeretettel köszönöm a nagyját, igen. És köszönöm a szép orgona játékát, amit legutoljára Sziget Csépen hallgathattunk. Kéréssel fordulok az atyához, nagy kéréssel, ima kéréssel. Én is imádkozom, de hát úgy hatásosabb, ha többen imádkozunk, és pláne, hogyha az atya viszi a kérést a szűzany elé. A gyermekeim megtéréséért szeretnék imád kérni, és a legnagyobb kérésem pedig Erzsébetnő gyermekemért külön, akinek a gyógyulásáért könyörgök. Többször ilyen agyérgörcs és miatt, és depressziós, és most annyira tele van haraggal mindenkire, hogy a haragból meg tudjon szabadulni. Ezért kérném az atya segítségét, hogy továbbítsa a szűz anya felé. Köszönöm ezt az igazi anyai szívből jövő kérést, és elviszem ég édesanyánknak. Köszönöm, hogy elmondta ezt is, a köszöntő szavakat is. Sok erőt kívánok és kegyelmet. Köszönöm, és nagyon szépen köszönöm az atyának előre is, és a TV munkatársainak, és köszönöm a segítséget. Köszönjük mindenkinek. Szépen. Erőt, egészséget és Isten áldását köszönöm. Kérem. Minden jót kívánok, és van még egy telefonáló, aki már régóta vár, és szeretettel szólítom az élőadásban. Tamás, hogyha vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Marika néni vagyok, és én irigykedve hallgatom azokat az embereket, akik jó pedagógusokkal találkoztak, és akik jó gyerekkorban kaptak segítséget pedagógusoktól. A családomnak nagyon köszönöm, nagyon egyszerű szüleim voltak, akik ugyan különösebben tanítani nem tudtak bennünket, de vasárnap templomba jártunk, közösen imádkoztunk, kicsikorunktól rózsafüzért, és én ezért végtelenül hálás vagyok nekik. Én a pedagógusoktól sajnos, hát a legvadabb időben jártam iskolába, én csak gúnyolódást kaptam,
mi középiskolában is megjegyzéseket, és nagyon erősen ki kellett tartani ahhoz, hogy ne hátráljak meg. És én hittant tulajdonképpen azóta tanultam igazán, amióta a gyerekeim már a rendszerváltás után tanultak hittant, és az ő könyvükből nézegettem én is a tudnivalókat, meg együtt tanultunk velük. És én kifejezni nem tudom azt, hogy milyen hálás vagyok a Bónum TV-nek, mert igazán jót, szépet én azóta hallok, amióta a Bónum TV létezik. Én, mert hát azt nem akarom mondani, hogy hát a papjaink se voltak mindig a helyzet csúcsán. Sajnos sok mindent megértünk, és ezt nem lehet elmondani, hogy milyen nagyon-nagyon sokat jelent nekem ez a tévé, ez a sok szép tanúságtétel, miség, és amikor csak lehetőségem van, akkor nézem a műsor, nem csak nézem, hanem úgy érzem, hogy együtt vagyok, a élő szentmiséket szeretem legjobban. És azért, hogy atya mondta, hogy azért köszönjük meg, hát én most megköszönöm, és hát anyagilag is, meg imával is igyekszem, amennyit tőlem telik hozzájárulni a működéshez. Egy nagy kérésem volna, hogy van egy gyermekem, aki sajnos szó szerint megtagadta Istent, hogy a szűzanyához egy sóhajt vigyen el. Értük, hogy megtérjenek. Nagyon jó gyerekek, három van, egy fiú, aki ebbe a helyzetben van, és hát minden imám szenvedésem, minden értük szól. És kérem az atyát, hogy segítsen. Ennyit szeretném. Elviszem őt a Bodajki szűzanyához, gyermekét, és köszönöm, hogy tanúságot tett arra is, hogy voltak olyan nehéz idők, amikor egy pedagógus, egy hívő, vagy egy hitből jövő családot bizony-bizony kigúnyult, akár nyilvánosan is. Sajnálom, hogy ilyen élmények vannak az életében, de gyermekének a megtéréséért imádkozni fogok, és elviszem őt a Bodajki szűzanyához. Áldott napot kívánok önnek! Én is, dicsőtessék a Jézus Krisztus! Köszönöm! Most tartunk egy kis szünetet, és utána visszajövünk. Addig gondolják át, miről beszéljünk, milyen imaszándékokat tudnak megfogalmazni, kéréseket, amiket nagy szeretettel fogadok, és visszek el a Bodajki szűzanyához. Köszönöm az idáig tartó közös gondolkodást, műsorvezetést, és találkozunk a szünet után. Nagyon nagy hálával tartozom Angelika nővérnek és az EVTN televíziónak, ugyanis amikor jó pár évvel ezelőtt elkezdődtek a betegségeim kezelései, azokon a napokon a szentmisét és a rózsafűzért az EVTN televízió közvetítésével tudom, és tudtam eddig is átélni, bekapcsolódni, mint egy a közösség élményét megérezni. Nagyon köszönjük ezúton is azoknak, akik talán hozzám hasonlóan betegágyuknál, vagy életkoruknál fogva idősebbek és mozgásukban korlátozottak, már nem tudnak eljutni az egyházközség programjaira. Valóban az EVTN televízió jelenti az élő, gyakorló hitet és annak megvallását. Éppen ezért buzdítom kedves mindannyiukat, hogy mint eddig ezután is anyagilag adományaikkal támogassák az EVTN televíziót, hogy minél több emberhez ez a lelki segítség, ez a kegyelmi háttér jusson el, és jelentse a kapcsolatot az Istennel való szövetségben. Biztos, hogy Isten egyikünknek se marad adósa, már itt a Földön sem. Köszönjük a segítséget, s várjuk további adományaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Dramas que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo y que los integre. Un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida. Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartott kezedet. Asztal. Ha tudnánk ezt az egy kis igazságot Istenről, soha többé nem lennénk magányosak. Ő körülvesz engem. Ott van előttem, mögöttem, mellettem. Az ilyen igazságokat Isten tulajdonságainak nevezzük. Ezt jelenti Isten. Ő nem részesedik belőlük, hanem ezek ő maga. Isten a szeretet, és mi részesedünk a szeretetből. Isten a jóság, és mi részesedünk a jóságból. Isten irgalmas, mi részesedünk az irgalmasságból, de tudjátok, Isten ezek mindegyike. És azt mondja, fölöttem tartod kezedet. Életünk folyamán sokszor megtörténik, és nem is tudjuk, de egy nap majd megtudjuk, valami történik, de Isten fölötte tartja a kezét. Megvéd téged, megvéd. De te nem is tudod, és ezért hálát kell adnunk Istennek, meg kell köszönnünk Istennek mindent, amit úgy tett értünk, hogy nem is tudtuk. Emlékszem, a gerincműtétem után sok-sok éve volt, nem tudom pontosan, volt egy nő, aki elvitt a kezelésre. Csak beszélt és beszélt, itt volt a kórház, itt voltunk mi, éppen be akart kanyarodni a kórházba, és egyszer csak megjelent előttem az anyósülés felüli oldalon, ahol én ültem, egy nagy busz hűtőrácsa. Éreztem a melegét, mert nem nézett körbe, amikor kezdett kanyarodni. Az a buszsofőr úgy félrerántotta a kormányt, hogy felhajtotta a járdára. Csak így menekültem meg. Mindketten meghaltunk volna. Belénk jön a busz. De tudod, Isten oda tette a kezét. Ilyen mindannyiótokkal történt már az életben valamikor. Lehet, hogy nem autó vagy busz, talán csak valami vagy valaki. Azt írja, fölöttem tartott kezedet. Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás, ésszel föl sem érhetem. Tudod, ez Isten szeretete irántad, ezért kell jónak lenned. Nem sérthetsz meg valakit, aki ennyire szeret téged.
Nem tehetjük, többet nem sérthetjük meg Istent. Tudod, ez nem helyes, ez hálátlanság. Tudod, ha ezt a két bekezdést megtanulnád, vagy csak gyakran elolvasnád, akkor tudnád, hogy ő mennyire szeret téged. És soha nem akarnád megbántani őt. Úgy sértjük meg Istent, mintha semmiség lenne. Nem tartjuk be a parancsolatokat. Hazudunk és csalunk. Nem mindenki, de elég sok lélek van veszélyben. De ha ezt tudod, és akkor a zsoltáros azt mondja, hová mehetnék lelked elől? Sehová. Hát nem csodálatos, hogy valaki mindig jelen van, aki ennyire szeret téged. Ő nem megy nyaralni. Nem hagy el téged. Még sohasem hagyott cserben. Ő mindig jelen van, és a zsoltáros azt mondja, hová mehetnék lelked elől? Hová bújhatnék színed elől? Fiatal nővérként eléggé makacs voltam, igazából ma is. És a tisztelendő anya tanított minket elmélkedni. Azt mondta, helyezkedj el Isten jelenlétében. Én meg azt gondoltam magamban, hát nem is tudnék az ő jelenlétén kívül lenni, ő mindenütt ott van. Az okos novícia, aki most lépett be a rendbe, és már tudta ezeket, butaság volt, tényleg butaság. De igaz. Hová mehetnék az ő színe elől? Sehová. Ha tudod ezt, akkor még ha egyedül is vagy, és még ha az emberek el is hagynak, a gyerekeid nem figyelnek rád, Isten ott van veled. Kedves nézők, bizonyára gondoltak arra, hogy milyen nagy ajándék az, hogy katolikus televíziót nézhetünk magyar nyelven. A katolikus televízió működéséhez szükségünk van az önök adományaira is. Kérünk, támogassák a katolikus televízió szolgálatát. Szeretettel köszöntöm a kommunió adás nézőit, egy kicsi szünetet tartottunk, és folytatjuk az élő adást itt az EVTN televízióban. Szeretném elmondani az élő adás telefonszámát, a 061-808-9555-ös telefonszámon tudnak hívni bennünket. Ha ezt a telefonszámot hívják, akkor velem tudnak beszélgetni, Móroc Tamás, Bodajki plébános atya vagyok. A közösség szolgálat elérhetőségeit is elmondanám, mert ott pedig a televízióval kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket tudják elmondani, feltenni. Ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, és a közösségszolgálat@evtn.hu e-mail címen tudnak írni, természetesen ékezet nélkül értendő az e-mail cím. Jó sok telefon volt a szünetig tartó időszakban, jó volt beszélgetni önökkel, és ezt szeretném folytatni, illetve buzdítani önöket, ha ima szándékaik vannak
amiket szeretnének kérni, hogy imádkozzuk el. Én egy kegyhelyi plébánosaként jöttem önökhöz, papi közösségben élünk Bodajkon, az ország legősibb zarándokhelyén, segítő szűzanyag egyhelyén, és örömmel viszem el azokat a kéréseiket, pontosabban szívemben elviszem azokat a kéréseiket, amiket megfogalmaznak, akár családi nehézségek, betegségek, elhunytakért való imádságban, vagy olyan hálát elmondani, odaadni a szűzanyának, amiért megköszönjük az ő közbejáró szeretetét. Fontos ezekről is tanúságot tenni, fontos ezeket is elmondani. Azt beszélgettük az előző részben, arról beszéltünk többször is, hogy pedagógus nap kapcsán köszöntjük a pedagógusokat. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy most is, akik dolgoznak gyermekeinkért, unokáinkért, őket köszöntsük és rájuk figyeljünk. Nagyon szép, hivatásszerű szakma ez, amit mondtam. Számomra a hivatás ebben ott rejlik, hogy egy olyan feladatot végeznek az életben, amit vágynak, hogy megtehessenek, hogy jót tehessenek. Egy tanító akkor képes tanítani, hogyha átsugárzik rajta az, hogy ő a gyerekeiket, akiket rábízott az élet, az iskola, azokat valóban szeretné nevelni, fejleszteni, és ez nagyon szép, amikor ezt megérezzük, akár még felnőttként is, hogy milyen jó nevelőink voltak az életben. Van is egy telefonáló az élőadásban, akit szeretettel köszöntök és hallgatok. Dicsértessék a Izella vagyok. Mindörökké, amen. Kedves atyám, elmondhatom, hogy nekem nagyon jó tanáraim voltak. Sajnos már nagyon, talán ha még 3-4-en élnek, mert én már 70 évet voltam múlt pénteken. És önnekik is, az élőknek nagyon sok mindent köszönök. És az elhunytaknak adna jó Isten álmat, mert tényleg nagyon-nagyon jó tanáraim voltak. Nagyon sok mindent tanultam tőlük, pedig én már 49-ben születtem, tehát az 50-es években már. Ha beteg volt a az osztályfőnökön, már ült oda, és ő kántorizáltam is én. Pedig nem voltak könnyű idők azok, így a pedagógusok szempontjából, hogy valaki taníthatott is esetleg, meg a Szentmisén kántorkodhatott. Ez szép dolog, hogyha ezre volt lehetőség. Az igazgató külön hálás vagyok külön, hogy ez is ebből a nagy mindenből én már akkor, amikor kerültem onnan akkor. Na most, hogy szeretnék kérdezem imát, igen, amit vigyenem a Bodajki szűzanyához. Nekem, ha jó segít bennünket, akkor lesz egy kis gyékonokám. A második lesz, sajnos az első, azt elvitte jó Isten magához. Jó Isten. És én hogy szerencsétlen megtessen és egészséges. Magam és a beteg rokonnak gyógyulást is szeretnék kérni. Ugyanis szűzanya segítsen meg bennünket. És az, igen. Én egy hetedik gyerek vagyok. Itt nagy, hogy a hitükben megerősödjenek. A 75. születésnapomat megköszönöm a Istennek, a szűzanyának, hogy én ezt megértettem, és hogy a kis családomtól én ekkora szeretetet és ekkora kaptam tőlük. 60 éve most, hogy meghalt az édesanyám ebbe az évben. És azon kívül még édesapám is már 44. 5 testvéremet is letemettem. 4 testvéremnek a lelkét is eltemettem már. Kérem a szűzanyát, adjon neki örökké nyugodalmat. És a többi elhatjaimnak is. Kérek a... Igen. Még árokért is. És az elvétél mutatásakért is,
és a békéért szeretnék még imád kérni, kedves atya. És innen pedig megköszönöm a sok szép tanítást, azokat a sok kicsiket, amiket öntől látok, és nagyon szépen. Köszönöm, hogy felhívott, és elviszem ezeket a szándékokat, kéréseket a Bodajki Szűzanyához. Önnek pedig Isten áldását kérem és kívánom, és főleg a kis dédunokáért való ima most talán a egyik legfontosabb vagy legmeghatóbb, úgyhogy ezt így fogom oda tenni a Szűzanyához. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Isten áldja ön. Hallgatjuk a következő telefonálót, mert van valaki a vonalban, az élőadásban. Tessék, Jézus Krisztus, én egy szabolcsi, 75 éves hölgy vagyok, aki állandó van. Amikor csak tehetem, akkor ezt a tévét nézem, és arra szeretném kérni a Tamás atyát, hogy vigye a Bodajki mindenkor segítő Szűzanyához a kérésemet. Hallgatom. Mert nem tudok elmenni, mi hozzánk nagyon messze van. Azon kívül még a helybelibe sem tudok elmenni. Minden élő hozzátartozom, mert szeretnék imád. Különösen a drága gyermekeimért és a kis unokánkért, hogy szeressék a drága Szűzanyát, és sokat imádkozzanak hozzá, és minden elhunyt hozzátartozónk. Szeretnék imádkozni a Szűzanyába. Erre szeretném kérni, nagyon szépen köszönöm, dicsértessék. Mindenekkel, mert elviszem az ima szándékait, családtagjait. Köszönöm szépen. És hallgatom a következő telefonálót, hiszen van valaki az élőadásban. Hallgatom szeretettel. Haló, haló. Lehet, hogy megszakadt a vonal, úgyhogy várjuk a telefonálót, hogy hívjon föl. Addig szeretnék még egy kicsit folytatni, hiszen beszélgettünk itt jó pár dologról. Egyébként nagyon nagy ajándék egy kegyhelyen plébánosnak lenni. Én azt gondolom, hogy minden atyának megvan a maga pasztorációs területe, ahol ő mint plébános, mint pap szolgálhat. Egy kegyhely ebből abban a szempontból nem kiemelkedik, hanem inkább más, hogy nagyon sok olyan hívővel is találkozunk, nagyon sok olyan hívőhöz is szólnunk kell, akik nem szükségszerűen a mi híveink, a mi területünk hívei. Bár ha kimondom, hogy hány településen kell még ellátnunk papi közösségünkkel, akkor biztos, hogy csodálkozva fogják hallgatni, hiszen a kegyhely mellett még 15 település látunk el. Egy papi közösségben helyettes plébános atyával, nyugalmazott plébános atyával, kisegítő lelkész atyával és diákonus atyával, és hát nyilván így a feladatok is azért eloszlanak. De úgy látom, hogy közben jött egy telefonáló, úgyhogy szeretettel hallgatom az élőadásban. Tamás atya vagyok. Haló, haló. Haló, haló, most semmit nem hallunk, vagy hallok. Remélem nincsen semmi technikai nehézség vagy probléma, mert nem hallom a telefonálót. Ne, nézem a kis készülékemet, hogy van-e valami gond vele, de talán nincsen. Akkor addig folytatom ezt a tanúságtételt. Mint kegyhely plébánosként, hogy nagyon sokan érkeznek hozzánk messziről, és általában olyan zarándok testvérek is jönnek, akik valósan hát egyrészt szeretnének egy szép kegyhelyet meglátogatni, az ország legrégebbi zarándok helyét. Másodszorban pedig hát elhozzák kéréseiket, fájdalmaikat, örömeiket a Szűzanyának, és ezeket ott meg szoktuk hallgatni, a Szent Jónásban leteszik bűneiket, a Szent Misében felajánlják ezeket a kéréseket, és ez egy nagyon nagy ajándék, hiszen kegyhely egy picit olyan, mint egy nagy-nagy Istennek egy nagy-nagy ajándék kegyelmi helye, ahová lehet vinni mindazt, ami a szívünkben van, ott lehet hagyni, és akár mondhatom, hogy más meg el lehet onnan hozni, másként pedig haza lehet térni. És ez valóban nagy ajándék, mert
mert szükség van ilyen kegyhelyekre az országban, egyik szebb, mint a másik, biztos, hogy nagyon sok ilyen kegyhelyen jártak, ahol azért ott van több száz év, vagy akár ezer év imádsága és hite, akár Bodajkról is megemlékezhetünk, mint az ország legrégebbi zarándokhelye, a mi történetünk, a mi múltunk a magyar szent családhoz, Szent Istvánhoz, Boldog Gizellához és Szent Imréhez kötődik. Elnézést kérek. Akikről leírja a történet, hogy élek idején csónakon érkeznek Fehérvárról a 20 kilométerre lévő Bodajkra, hogy ott a Szent Kút mellett kápolnát építsenek és felajánlják országunkat, nemzetünket a szűzanyának. És valóban emellett még hány számos szép kegyhely van, amik most megújulhattak, megszépülhettek, és valóban nyitott kegyhelyként fogadhatják az odaérkező híveket, fogadhatják a hívek kéréseit, imádságait. Nálunk vannak ilyen apró dolgok, amik segítik, hogy a kegyhelyen az hívők megérezzék azt, hogy vártak őket, hogy valóban egy ima helyre érkeztek. Itt beszéltünk ma már arról, hogy szeretnének eljönni páran, és hogy hogy tudnak. Egyrészt nyilván nyitva van a templom és a kegyhelyudvar, föl lehet menni a Kálvária, meg körbe lehet nézni az egész zarándok helyen. De például a templomba belépve van két ilyen nagy tartó kitéve a szentelt víz tartók alatt, amelyből egy imakártyát lehet kihúzni, és a szép gondolatokkal térhetünk haza, vagy éppen érkezhetünk meg hozzánk. Van kint az Arándok udvaron egy nagyon szép fájdalmas anyaalkotás, ahol van egy nagy térdeplő is. Ebben a térdeplőben elhelyezhetünk imaszándékokat, amelyeket minden első pénteken imádkozunk, ahogy most is elviszem. A ma esti szentmisénben már ezeket az imádságokat el fogom mondani, amiket most felmondtak, illetve most kértek tőlünk. De hogy fontosnak tartom azt, hogy amikor eljövünk egy kegyhelyre, ne csak gyönyörködjünk a csodákban, hanem picit tudjuk otthagyni a lelkünket, és kicsit tudjunk gazdagodni is a múltban, és hát nyilván a kegyelmi hatásban. Várom a telefonálókat, nem tudom, hogy esetleg valami technikai probléma adódott, mert úgy hallom, hogy úgy látom, hogy a stúdióval sem nagyon van kapcsolatunk, mármint nekem a belső munkatársakkal, de most már hallom. Úgyhogy szeretettel várom a telefonálókat, ha valaki szeretné a kérését, örömét elmondani, ima szándékot kérni, vagy akár így a kegyhelyekről tanúságot tenni, az ima erejéről tanúságot tenni, akkor szeretettel várom a telefonálókat, most már úgy látom, hogy helyreállt minden. A 061-808-9555-ös telefonszámon tudnak az élőadásba bekapcsolódni, velem beszélni és megosztani mindazt, amit szeretnének. De akkor kihasználom az időt, és még beszélek egy kicsit a kegyhelyről, az Arándok helyről, amelynek a nyitottságát próbáltam elmondani azáltal, hogy annak is nagyon örülök, hogy nyitva van egész nap, tehát reggel 8:30-tól este 7 óráig bárki bejön, és a templomba be tud ülni a padokba, be tud térdelni. Van hátul egy kis érzékelő, amikor valaki belép a templomba, akkor fölkapcsol egy kicsi világítás, és az is talán egy jó érzés lehet, hogy kiviláglik a kegykép, hogy vártak bennünket, várnak valakit, és hogy fogadunk valakit, amikor megérkezik hozzánk. Azt is szoktuk mondani, és azt is szoktuk tanácsolni, hogy kicsit csöndesedjünk be, térdeljünk le a kegykép elé, maga az oltári szentség elé, és egy kicsit nézzük meg a szűzanya arcát. Jó pár év után vettem észre én is, amit nyilván láthat az ember rögtön. De ennek az üzenetét jó pár évvel később vettem észre, hogy a szűzanya bodajki kegyképe egy kis kedves, mosolygós édesanyja ábrázolása, hogy tartja gyermekét a karján ülő Jézust. És hogy van a szűzanya arcán egy nagyon szelíd, finom mosoly, amelyről, ahogy mondtam, egy jó pár év kellett, hogy úgy észrevegyem én is, hogy a szűzanya öröme fölöttünk kimondott, bennünk lévő öröme látható ebben a mosolyban. Hogy akik hozzánk érkeznek, azoknak Isten édesanyja azt üzen, hogy örülök, hogy itt vagy. És örülök, hogy vagy. Örülök, hogy a gyermekem vagy, és örülök, hogy az enyém vagy. És ebben a nehéz világban, amikor sokat beszéltünk arról az idáig tartó adásban, hogy azért mennyi fájdalom van, és hogy mennyire fontos a békért imádkozni. Mert ugye halljuk nap mint nap, szinte percről percre, hogy milyen sok szörnyűség van ebben a világban. És erős félelmek vannak, hogy mi lesz velünk, de talán még nagyobb félelmek vannak, hogy mi lesz gyermekeinkkel, unokáinkkal.
ezekben a nehéz időszakokban különösen fontos, amiről sokan beszéltek, hogy az imádságnak az ereje, hogy imádkozzunk a békéért, imádkozzunk a jövőért, imádkozzunk a gonoszság megszűnéséért a Földön, a családjainkban meglévő nehézségekért, gonoszságokért. Ugyanakkor fontos erőt is nyernünk, hogy Isten velünk van. És ezeken a kegyhelyeken talán ezt is meg lehet érezni, hogy Isten megjelöli ezeket a szent helyeket azért, hogy megérezzük, hogy ő jelen van, hogy része az életünknek. És Bodajk is egy ilyen hely, ahol a szűzanya szelíd mosolya öröme azt jelzi felénk, azt mutatja nekünk, hogy fontos vagy, hogy örülök, hogy itt vagy. Hogy bármi nehézség van az életedben, én akkor is itt vagyok neked. És ezt éltem talán én is felfedezni a szűzanya örömében, van a pici mosolyban, amely nem egy gúnyos vigyor, vagy egy kinevető gesztus, hanem egy szelíd mosoly fölöttünk, mint amikor az anya a kis alvó vagy dajkált gyermeke fölött úgy örül neki. Szeretném azt is elmondani, várom egyébként a telefonálókat, olyan sokan voltunk idáig, szeretettel várom, hogyha ima szándékokat megosztanak, vagy akár tanúságtételt, beszélgetést belegyednek. A 061-808-9555-ös telefonszámon tudják ezt megtenni. De úgy köszöntöm azokat a nézőket, akik szoktak utána, a műsor után nekem is írni, hogy hallgatnak. Nem szeretném név szerint senkit sem említeni, mert esetleg kimarad valaki, de tudom, hogy sokan hallgatnak Tatabányáról, ott kezdtem káplánként, és nagyon sok szép élményem van. Pilisvörösvári testvéreket is köszöntöm, mert volt is már, aki betelefonált. Természetesen a bodajkiakat is, és a környékbeli településeket, Móról is szoktunk kapni üzenetet, hogy milyen szép az adás, és milyen jó, hogy együtt tudunk így is lenni. Székesfehérvári testvéreket is, akik onnan elindulhattam, és nagyon jó. De most olyan jó volt, hogy az ország különböző pontjáról telefonáltak, Pécstől, Szabolcs, át, Miskolc mellől, és hát Budapestről természetesen. És buzdítom azokat, hogy így hétfő délelőtt, amikor gyermekeink, fiataljaink dolgoznak, tanulnak, és talán idősebbként tudunk ott lenni a televíziók előtt, hogy gondoljunk rájuk, gondoljunk egy imával azokra, akiknek elindul a hét, és sok minden tartogat ez a hét, hiszen a hétfő az mindig egy kicsit olyan, így most szoktuk mondani ebben a modern világban, a stresszes, tehát hogy az ember úgy izgul, hogy mi lesz a héten, hogy képes lesz a munkáit jól végezni, hogy mi vár rá a héten, és valahogy a péntek hordozza annak az örömét, hogy túl vagyunk a héten, és talán egy kicsit szabadabb hétvége következik, ki tudjuk magunkat pihenni. Olyan rossz látni, amikor az embereknek vasárnap is dolgozni kell, vagy olyan munkahelyen kell dolgozni, amit azért nem mellőzni lehetne hétvégén, vagy éppen akkor kerül olyanra sor, amit igazából talán a hétköznapokban kellene megtenni. Akkor vasárnap reggel fűnyírásra kelünk, vagy azt halljuk, hogy fát vágnak, akkor mindig elgondolkodunk, hogy biztos, hogy ennek itt vasárnap hajnalban reggel van az ideje. De hát nyilván azt is meg kell érteni, hogy valakinek ekkor van lehetőség, és nem akarok ítélkezni senki fölött. Csak inkább azon elgondolkodni, hogy hány embernek ez a hétfői nap, munkakezdés, a hétkezdés, a napok, hetek forgatagában bizony egy kicsit feszültebb és terheltebb nap. Úgyhogy gondoljunk a gyermekeinkre, akik most ott ülnek az iskolapadban, a fiataljainkra, akik tanulnak, képezik magukat, hogy majd a munkába beállva a dolgos hétköznapok világában mindazt a tudást, amit megszereznek, abból éljenek. És gondoljunk azokra a gyermekeinkre is, akik dolgoznak, akik végzik a hétköznapi munkájukat, és bizony-bizony egy hétfő számukra nehezebb lehet. Várom a telefonálókat, olyan sokan telefonáltak idáig, az élőadás telefonszámát elmondva 061-808-9555-ös telefonszámon tudnak az élőadásba bekapcsolódni, illetve szeretettel mondom a közösség szolgálat telefonszámát, amely a 061-780-8085-ös telefonszámon érhető el. A televízióval kapcsolatos kéréseik, kérdéseiket tudják itt megfogalmazni, és ennek pedig az elektronikus címe, az e-mail címe a közösségszolgálat@evtm.hu e-mail cím, ami természetesen ékezet nélkül értendő. Beszéltünk a zsoltárokról, és már a 14. zsoltárt idéztem.
Szeretnék arról tanúságot tenni és buzdítani arra, és tudom, hogy idősebb testvéreknek ez nehézséget okozhat, esetleg a kisbetű szentírás, vagy a Zsolos Más könyv kisbetűi miatt, de hogy ha van rá lehetőségünk, próbáljuk meg a zsoltárokat is a magunk imádságává tenni, ahogy nyilván a rózsafüzér imádság is egy nagyon fontos imádság. Próbálom én is minden nap elmondani, sokszor sikerül, és nagyon hálás vagyok akkor a Szűzanyának, hogy vele lehetek egy negyed órában, fél órában. De a zsoltárokat pedig a zsolozsmában folyamatosan imádkozzuk, és olyan szép gondolatok fogalmazódnak meg benne az emberi élet hétköznapi történéseiben, törekvéseiben és nehézségeiben, amikben az ember egy kicsit magára ismerhet, a maga küzdelmeire ismerhet rá. Hát szeretnék még idézni a zsoltárokból, ha nincs telefonáló, akkor egy kicsit addig mélyedjünk el ezekben a szép imádságokban. Az előbb egyébként csak úgy kinyitottam valahol a kis Zsolos Más könyvet, és most ezt próbálom folytatni, hogy találok-e egy olyan zsoltárt, amit például most a 32. zsoltárt, de közben lett egy telefonáló, úgyhogy akkor lehet, hogy meghallgatom. Az élőadásban szeretettel hallgatom a telefonálót, és akkor majd folytatjuk. Én egy vidéken élő nagymama vagyok, déd nagymama, és nagy szeretettel köszöntöm az atyát. Dicsértessék az Úr Jézus. Mindörökké, amen, én is köszöntöm Önt. Én hát egy idősebb hölgy vagyok, egy nő vagyok, aki gyakorló vallás, tehát katolikus vagyok, és nagyon régen a Bónum TV-nek a hallgatója és nagyon nagy tisztelője. Mindig gondolkodom, hogy telefonáljak, mert így nem szeretek így beszélgetni valakivel, így, ha nem látom, de így most bátorkodtam. Azért, mert kaptam egy Bodajki segítő Szűzanyától egy képet az egyik hittestvéremtől, aki ott járt, és hát ámulattal beszélt róla. Aha. Na most én itt, ahol élek, itt közel van hozzánk Mária Pócs, tehát én gyakran járok oda minden út. Azon kívül a Máté Szalkán van egy fatimai Szűzanya tiszteletére épült templom, oda is évtizedek óta járok már, mert nagyon régen. És én tudom, hogy van egy égi anyám, aki nagyon szeret engem, és én is nagyon szeretem, tisztelem. Mindenkinek elmondom, hogy igaz, anyukám már nem él, mert hát ugye idős volt, hogy kérjék és tud segíteni a Szűzanya, és minden alkalommat megragadok, tehát gyakorló vallásos vagyok, tehát naponta járok templomba, amikor van mise. Itt a keleti ország részen élek, hát igen, Mária mondjuk Pócs, távol Bodajtól, Mária Pócs, igen. És ima életemet is nem akarom itt részletezni, de tehát reggeltől estig, amikor csak alkalmam van, imádkozok, dolgozok, mert én nagyon megköszönöm a szüleimnek, hogy megtanítottak imádkozni. Hát sajnos én a gyerekemet nem tanítottam meg, és ennek iszom a levét, mert nagy-nagy fájdalmam, hogy a lányom nagyon aranyos, meg nagyon jó lelkű, de hát nem, tehát hibát követtem le, ugyanígy az unokám is örökölte, és van már dédunokám is, és nagy fájdalmam van, hogy az egyik gyerek meg van keresztelve katolikusnak, vagy nem reformátusnak, bocsánat, de tudom, hogy az érvényes a keresztség, igen, ugyanúgy érvényes. Igen. Igen, a másik kislány viszont nincs meg keresztelve még, és hát az a kifogás, hogy nincs keresztanya, nincs aki elmenjen kereszt szülőnek. Tehát szeretnék segíteni, mert nem kötelező a kereszt szülő. Tehát bármelyik atya megkereszteli úgy a gyermeket, hogy nincs kereszt szülő, és ez nem egy kötelező, tehát nem emiatt lehet keresztelni, vagy nem keresztelni. Ha nincsen, akkor is meg lehet kereszteltetni őt. Nagyon örülök neki, hogy elmondta, igen. És buzdítom is rá, mert sokszor én is azt láttam, hogy ezen múlik egy keresztség, hogy nem találnak keresztszülőt, nincs az, akit szeretnének, vagy ő nem úgy él a hitben, és hogy emiatt ne maradjon el a keresztség, mert nem kötelező. Egyetlen egy dolog kötelező, hogy valamelyik szülő hittel akarja és kéri az egyház keresztségét, és azt a fajta ígéretet megtegye, hogy keresztény katolikus módon fogja nevelni.
Úgyhogy buzdítom erre, és örülök, hogy tanúságot tett arról, hogy ott önök környékén is ott vannak a kegyhelyek. Hallottam a Máté Szalkai Fatimai imádságokról, és jó látni, hogy egyre több helyen összejönnek, és 13-án imádkoznak, ahogy ezt egyébként Bodajkon is megtesszük. Hát, ha egyszer tudunk találkozni majd, de örülök, hogy a szűzönyök egy kép eljutott önhöz. Úgyhogy sok kegyelmet, és nézegesse egy picit, mert nagyon szép. Nézegettem, ahogy tetszett mondani. És köszönöm, hogy ezt megosztotta. Van egy telefonáló, ha szabad kérnem, akkor átadnánk neki a szót. De ha vagyom hát a családomért, igen, a családért imádkozzanak hogy... Jó, igen, köszönöm. Igen. Köszönöm, és köszönöm, hogy bátorkodott telefonálni. Viszonthallásra. És szeretettel hallgatom a következő telefonálót az élőadásban. Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus! Döbröcöni Ádámné vagyok, 77 éves nagymama, már beszéltem az atyával, én tulajdonképpen szobához kötött vagyok a lábaim miatt, de hát én a kommunióval, meg a Bonum TV-vel, vagy EVTN-nel együtt lélegzem szinte egész nap, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy van ez a tévé. Most egy nagyon nagy kérésem lenne, mert van nekem egy, és ez most jutott eszembe, mert ahogy hallottam az atyát, hogy ima szándékot is lehet kérni, hogy az van nekem egy 10 éves beteg kisunokám, aki hát fejlődési, illetve génhibával született, tehát tulajdonképpen az azt jelenti, hogy sosem tud ebből kigyógyulni, csak valami csoda folytán, és az okosság génje az töredezett nála, kimutatták Franciaországba, ő tulajdonképpen 10 éves kisfiú, a neve Csanád. És meg van keresztelve, reformátusnak az igaz, de meg van keresztelve, és nagyon-nagyon sokat imádkozom értem Mindszenti József bíboros úrhoz, a barátnőm pedig, ő Szent Józsefhez imádkozik értem, mióta ez kiderült, hogy ez a gyermek tulajdonképpen néma, pelenkázni kell, etetni kell, de nagyon jól mozog, és ilyen fejlesztő iskolába jár, és hát ő neki szeretnék kérni imát, vagy ő érte a szűzanyához, mert nagyon-nagyon szeretem a szűzanyát, és ő az ég édesanyám. Sokat is dolgozom ezért az ügyért, de hát talán ez egy icipicit meglendíti újra egy kicsit a gyermeket, és egy nagyon szép gondolatot olvastam a Szeretett Láng ima füzetbe, vagy valahol Szeretett Lánggal kapcsolatosan, hogy az Úr azt mondja az ilyen szenvedésekre, hogy nem azért tettem ezt veletek, hogy gyötörjelek titeket, hanem hogy az én dicsőségemre legyetek. És ez valahol most ért el nekem az értelmemig, hogy tulajdonképpen nekünk ajándék ez a gyermek, és hogy eddig olyan csapásként fogtuk föl, de nem nagyon szeretjük, és mindenki nagyon szereti. Úgyhogy ez egy olyan szép gondolat, hogy az én dicsőségem legyen. Köszönöm, hogy ezt megosztotta, és elviszem családot is a szűzanyához. Nagyon szépen köszönöm, és szép a napot kívánok. Köszönöm, és köszönöm ezt a tanúságtételt, ez külön fontos volt. Mindenki elmen viszonthallásra, és hallgatom a következő telefonálót. Az élőadásban, mindörökkel. Krisztina vagyok. Szeretettel köszöntöm, drága Tamás atya. Nekem is olyan kérésem lenne, hogy a kérésemet a bodajki szűzanya elé elvinnie, és röviden próbálom elmondani. Tulajdonképpen három dolog jutott eszembe. Az első a drága Arany Misés atyák, Mészáros Domonkos atya, meg Tamás József atya életére és szolgálatára szeretném a Jóisten áldását és kegyelmét kérni. A másik pedig, hogy van egy atya, aki keddenként szokott ott a Bónum TV-be lenni, Gyula atya, és én már régen nem láttam, és az ő gyógyulásáért, hogyha Tamás atya megtenné, hogy ott egy imát elmond a Bodajki szűzanya előtt. Nagyon szeretem a Gyula atyát is, a Jóska atyát is, a Domonkos atyát is. Meg hálát adok minden nap ezért a televízióért, és hogy 2017-ben rájuk találtam önökre is. Amikor a Bodajki kegyhelyről néztem a filmeket, szinte az jutott eszembe, hogy
ezt az egészet egy ilyen dokumentumfilmbe is lehetne foglalni, hogy ezt vissza lehetne játszani, amit önök ott tettek, hogy körbevitték a televíziósokat, és számunkra közelebb hozták a kegyhelyüket. És még egy, amiért, az pedig egy még személyesebb kérés nekem, két lányzó van a családban. Az egyik egy pici kislány, egy 4 éves Grétikénk, aki elég gyakran beteg, és a lányom, aki 23 éves lesz ebben az évben, és most neki is komoly egészségi problémái vannak, és ezáltal még a munkáját is elveszítette, és minden nap nyilván foglalom, hogy a gyógyulásáért esed ezek a Jóisten, és most arra kérem az atyát, hogy a Bodaj kiszűzanya közbenjárását kérbe. Tehát, hogy a gyógyulásáért és testi lelki megerősödéséért és megtéréséért, hogy az atya járjon közbe a szűzanyánál, és ő pedig a drága szent fiánál, hogy meggyógyuljanak. Köszönöm, hogy elmondta, és külön köszönöm, hogy az atyákért is kért imát, vagy hálát elértük, mert szükségünk van nekünk is az imákra, meg hát a paptársaknak, úgyhogy köszönöm, elviszem ezeket a kéréseket, a kis Grétikét is, a lányát is. Köszönöm szépen, nagyon Isten áldja. Mindörökké amen. Szeretettel hallgatom a következő telefonálót. Tamás, hogyha vagyok az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen. Hallgatom. Tamás, hogyha régóta akartam már beszélni önnel, vagy aki, illetve önnel, mert a Bodai szűzanyához szeretnék, ha imámat elvinnék. Engem a drága édesanyukám addig imádkozott, én hiszek az ima erejében, addig imádkozott, hogy legyen egy kislánya a 3 fiú után, és hála Istennek, egyszer álmá annyit imádkozott, nagyon jó ember volt, olyan sokat imádkozott értem, hogy egyszer álmába a kezébe tette egy kislányt, a Szűz Mária, és mondta, hogy itt van, amiért imádkoztál, és én vagyok, hála Istennek, meghallgatta az imát a Szűz Mária, és nagyon sok mindenen keresztül mentem, most én súlyos beteg vagyok, rossz indulatú daganatom van, sok mindenen keresztül mentem, de a Jóisten mindig olyan helyre tett az orvosokhoz, hogy nagyon-nagyon jól kezeltek, de most 28 sugárkezelést kaptam, és még mindig találnak valamit. Erre kérném a boldogságos Szűz Máriát, hogy gyógyítson meg, és segítsen a felépülésemben, és az egész családomat, a bátyámnak a lába beteg, akkor kérem a papoknak a jó indulatát, a szentség imádásban is. Én hallgatom a rózsa, illetve rózsa, milyen irgalmasági rózsafűzért imádkozom minden áldott nap a Bonum TV-ben, hallgatom, és hát kegyhelyre nem tudok elmenni ilyen betegséggel, nem is voltam, Izraelbe voltam, a Szentföldön, végigjártunk Úr Jézusnak az összes helyén, az gyógyított meg, mert a férjem meghalt, és beteg lettem, 2 évig beteg voltam, és egy unokatestvérem, ő is meghalt már, nyugodjon békében, és áldja az Úr Jézust őt is, hogy elvitt engem az Izraelbe, az Jó Észföldjére. Szentföldnek is szoktuk mondani, talán így jobban értjük a... Igen, és hogy szép volt ez az út, jól sikerült? Gyönyörű volt. És ott gyógyultam meg, ott jöttem helyre teljes mértékben, ahol az Úr Jézus járt, ahol az Úr Jézus született, azt a csillagrán meg is csókoltam, szóval gyönyörű utam volt, és ha valaki tud menni, ha bár most nehézkes. Talán most nehezebb, igen. Nehezen, igen, de nagyon ajánlom azt a csodálatos
Szentföldet, mert azáltal gyógyultam meg lelkiekben, hogy a férjemet elveszítettem, és imádtam azt az utat, hogy ott voltam, én olyan boldogan felszabadultattam utána, de utána már jöttek ezek a ujjaim, 40 éven keresztül semmi bajom nem volt, és utána a Covid-oltástól kaptam ezt a súlyos betegséget, és azóta kínlódok, és nagyon szenvedek, fájdalomcsillapítón élek, és szeretném, ha elvinné a kérésemet Tamás atya, igen, a Máriához, mivel én nem tudok menni, hát Jóni is nagyon ritkán tudok menni, mert messze van a templom tőlem, és nehézkes, nemhogy nehézkes oda menni, hanem az időpontok este nem merek menni már az utcára, és 6 órakor, 5 órakor kezdődnek, majd talán nyáron megpróbálom, igen, hogy el tudok menni, gyónni és áldozni, mert ez a nagy vágyam, hogy gyónjak és áldozzak, és az Úr Jézus, hogy gyógyítson meg engem, ugyanolyan legyek, mint régen. Hát, köszönöm, hogy elmondta, közben ránéztem az órára, hogy pár perc van a műsorban, és van még egy telefonáló, de köszönöm, hogy ezeket elmondta, és elviszem az imádságát a Szűzanyához. Köszönöm szépen, hogy köszönöm, viszont kívánok minden jót, és hallgatom a következő telefonálót, így az adás vége fele, még egy 5 percünk van, hallgatom. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekkel. Én Márton Margó vagyok Egerből, a televízió média missziósa már egy pár éve, és szeretném megköszönni a televízió munkáját, én rendszeres nézője vagyok, délelőtt, délután, este, nagyon sokat nézem, és nagyon sokat tanulok a televízió munkáját, és az előadásaiból, imáiból tényleg csak legekbe lehet beszélni, és mindenkinek ajánlom is, és reggel a kezdéskor az ima meghallgatás volt a téma, és azt szeretném mondani, hogy ugye tegnap úrnapja volt. Itt nálunk Lajosvárosban reggel 5 órakor már készültek ragyogó napsütésbe a sátrak, gyönyörűen megcsinálták, és amikor kezdődött a szentmise, akkor elkezdett esni az eső, jöttek a nagy felhők, és a Ede atya, Hós Ede atya azzal kezdte a szentmisét, hogy imádkozott a Szűzanyához, hogyha úgy gondolja, akkor tartsuk meg ezt a szép körmenetet, mert nagyon szépen elő volt minden készítve. És vége lett a szentmisének, vége felé jártunk, és akkor a ragyogó napsütés volt. És olyan csodálatos körmenetet tudtunk tartani, és tényleg felemelő volt az egész, mert olyan előkészületek voltak, és ami még az egészben csodálatos volt, hogy kaptunk egy patimai Szűzanya szobrot, amit most először vittünk ki körmenetbe. Úgyhogy ezáltal még ünnepélyesebbé vált, és valóban én is mindig megtapasztalom az ima erejét, és mindenkit csak arra biztatok, hogy imádkozzunk a békéért, egymásért, és amit még szeretnék mondani, hogy nagyon szeretnék a nyáron eljutni Bodajkra, én is készülök, és remélem, hogy oda, és Kaszap István sírjához. Jaj, de jó, ez az Fehérvár, gyerekekkel elfogunk. Igen, templom. Kaszap István nagyon sok a ismeretségi körömben is van, aki Kaszap István segítségével gyógyult meg közbejárásával, annó még a gyermekbírulás a során, és ez konkrétan ismerem az illetőt, és én is nagyon sokat imádkozom, és most szeretnék egy ilyen zarándok útra elmenni, a gyerekek elvisznek, és Bodajka is feltétlenül. Köszönöm a tájékoztatást, hogy lehet, mikor lehet menni, és remélem atyával is tudok találkozni. Szeretettel várjuk. Szóljon majd, ha megijött, vagy ha nálunk van, hogy keressen, és igen, akkor majd megmondja, hogy az Egerből telefonált hölgy, úgyhogy fogom várni. Jó, ha otthon vagyok, akkor mindenképpen találkozunk. Igen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Isten áldja önöket. Köszönöm.
És elérkezünk lassan az adás végéhez, egy pár percünk van. Egyrészt szeretném összegezni, hogy nagyon köszönöm a sok telefont. Ez az adás attól lesz szép és élő, hogy egy közösséget alkotunk, és egymást meghallgatva, egymást tanúság tételét, akár a fájdalmakban, akár az örömökben meghallgatva, észreveszünk, hogy nagyon hasonló életet élünk. Hasonló nehézségekkel küzdünk, és tudunk egymásért imádkozni. Nagyon fontos ez a közösség, és külön köszönöm, talán mondhatom a televízió munkatársai nevében is azt a sok-sok jó szót, szeretetet, amit adtak feléjük, és közvetíthettem feléjük. Mi is egy kicsit vendégek vagyunk itt, atyák, de azáltal, hogy hónapról hónapra egy-egy adást vezetve, önökkel együtt gondolkodva tudjuk ezeket a délelőttöket szép és imádságossá tenni. Engedjék meg, hogy meghívjam önöket Bodajkra, a kegyhelyünkre, arra az ősik kegyhelyre, Székesfehérvár mellett, Fehérvár megye északnyugati csücskében, ahol minden nap nyitva vagyunk, és szeretettel várunk minden hozzánk érkezőt, csoportokat külön is bejelentkezve. A www.bodajkikegyhely.hu oldalon részletes információt találnak, hogy lehet hozzánk bejelentkezni, miket érdemes megtekinteni. És a legközelebbi búcsunk pedig egy olyan esemény, amikor egy nagy imádságra hívunk mindenkit. Barsi Balázs atya jön hozzánk június 29-e szombaton Péter pálnapi búcsút imádkozni. Ez egy szabadtéri nagy ünnepi szentmise lesz, amelyet délelőtt szombaton 29-én 10 órakor fogunk imádkozni. Én köszönöm, hogy együtt imádkoztunk, együtt lehettünk itt a kommunió adásban. Kitartást, sok kegyelmet kívánok az imádságban, és valóban, ahogy megfogalmazták, ezzel is szeretném zárni a gondolataimat. Imádkozzunk a békéért, és legyen imádságunk kitartó és álhatatos. Talán ezt kéri tőlünk az Úr, aki erre buzdít bennünket, és ezzel is tudjuk kifejezni azt a hitet, amely az ő irányában való hitünk, hiszen ahol kette-hárman összejönnek az én nevemben, ott leszek én is, és én veletek leszek minden nap a világ végéig. Én áldott napot kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!